rátettem a szemüvegem, és látni de nézd, így meg tudtam nyitni a böngészőben a tök jó. Tök tehát, hogy most már elsikert a logint, tehát, hogy ő így a böngészőből tudja, hogy én hogy ahogy jelentkezve, ha. Úgyhogy nekem ez így, tehát nekem ez így rendben van. Most arra komfort, na, örülök igen, neki, igen. Jól van. Az a jó, támogatja azt a működési módot, ezek szerint, amit az állam kedvel, és jó, jó, mindenki vagyunk, boldog, ha mi igen, állunk, boldog, mi is boldogok nagyon köszönöm, vagyok. Igen. Hát akkor így, hogy mindenki a telefonjában van bele még... Mint egy rendes szerkesztőségi podcast. Mint egy rendes szerkesztőségi. Nem az van, hogy te már voltál ilyen helyzetben, nem Zsuzsán nézek rád, hogy interjú volsz valakivel, vagy beszélgetsz valakivel, és baromi nehéz, hogy te válaszolnál neki, miközben ő elkezdi nézni mondjuk a telefonját, és neked úgy kell tudnod beszélned, hogy mint hogyha nem vetted volna észre, hogy kuvár nem figyel rád. Igen, ez nagyon idegesítő, ezt a személyes életemben is ismerem, és a szakmai életemben is, és szerintem nagyon udvariatlan dolog, mert az ember azt érzi, hogy le van szarva, és ezt egyikünk se szereti. Hallgatóinak jelzem, hogy már mindenki le is tette a telefonját, és itt van az asztal körül, viszont de kurva hiányzik. Már hiányzik a dumpörgetés, vagy dumpfidele is? Vagy én nem tudom, én daspörgetésnek hívom, biztos van egy csomó elnevezés, fiam. Mert mesélte a minap, hogy ő már teljesen magán érzi, hogy a TikTok olyan mértékben felgyorsította azt az időszakot, amire ő képes koncentrálni, hogy mert őt magát is zavarja, hogy az élet más helyzeteiben ezt nem tudják szolgáltatni. Nem olyan gyors a világ, mint ahogy ő elvárja. Hát ahogy a TikTok kondicionálja őt, igen, így van. Aki az elején meg lett szólítva, hogy Zsuzsa, nála ülünk itt Surányba. Hello, hello! Akinek a fiának a TikTok szokásáról beszélgettünk, az Zoli. Sziasztok! Én pedig Áron vagyok, és ez a podcast a 101-es szobából újabb soron következő őrület, tehát most a havonta jövünk ki adásokkal, és ez azt hiszem azért van, mert hogy az átlátszóban ránk parancsolták idézőjelbe, hogy akkor viszont kontentet kell, tehát hogy ha vendégpodcast vagyunk, akkor tessék szállítani a kontentet. Vagy nagyon rendes, professzionálisak lehetünk, mondjuk inkább azt annak jobb a PR-ja. Felnőttünk a feladathoz. A professzionalizmus az azt jelenti, hogy a Zoli ránk parancsolt, hogy használjunk ilyen belső szervezőfelületet. Javasoltam, hogy keressük meg a közös nevezőt arra, ahol mindenkinek jó a szervezés, és igen, valószínűleg a nemrégiben az egekig horgat Facebook utálatom az közre játszott ebben a dologban. És nem a Trello-t használják, hanem a Clickupot. És ezért nagyon szuper egyszerű Trello helyett egy rohadt bonyolult rendszert kell használnom, amitől idegbajt kapok, és minden alkalommal úgy érzem magam, mint egy, nem tudom, 6 éves az első nap az iskolában. Azt hiszem az input oldalon ki volt zárva a Trello. A mostani adás téma az onnan indul, hogy szerintem most már lassan egy éve zajlanak a tanártüntetések. Nem? Valamikor 2022, ugye volt egy választás, az ugye bukó lett, jött a kata megszüntetése, az ilyen június környékén volt, és akkor rákövetkező szeptemberben, jó, nem egész egy éve, hányad éve zajlanak a tanártüntetések. Nem nagyon látszódik eredmény, miközben sorra mennek el a tanárok, vagy legalábbis folyamatosan látunk olyan posztokat a Facebookon, meg a YouTube-on, meg interjúk, hogy akkor ott hagyja 10 év tanítás után, 5 év tanítás után, 15 év tanítás után. És a kormányzat pedig nem akar ellépni az általa kitalált státusz törvénytől. És pont ma délutáni hír, tehát egy órával ezelőtti hír, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztérium végül beterjeszti a státusz törvényt. És akkor közben zajlik az, hogy egyre erőteljesebbek ezek a tüntetések. Ez majd a kérdés, hogy ti is így érzitek-e. Momentum erre vagy rátelepül, vagy nem. Ez is egy jó kérdés. És itt vagyunk ismét júniusban, és az egész valahogy kifulladni látszódik. Tehát én nem érzek benne erőt. És minden zajlik egy olyan országban, aminek a szomszédjában, és most nem Ukrajnára gondolok, Romániában nekiálltak tüntetni a tanárok. Ott, ha jól emlékszem a számokra, tehát egyszerre 150 ezer ember kezdett el tüntetni, és másfél hét után elérték, hogy az infláció fölött 25%-kal emelik most a tanárbéreket Romániában. Én azt hiszem most egy átlagos tanárbér Romániában olyan 800 ezer forintnak megfelelő összeg lesz. És nyilván nem annyival drágább Romániában az élet, tehát az nem Ausztria, az ugyanúgy árszínvonalú ország, mint Magyarország. Ausztriában nem olyan drága az élet egyébként. Ráadásul. Most már. Erről teljesen közelítünk árakban Ausztria felé. Szóval ez a téma, és én igazából egy kicsit ki vagyok ezen bukva, és azon vagyok kibukva, megmondom őszintén, hogy szerintem annak érdekében, hogy
sikert lehessen elérni, ahol annak érdekében két dolog kell, tömeg, ez az egyik. Tehát az, hogy én minden tiszteletem a tüntető diákokért, akik kimennek, de mennyien tüntettek? 5000, 3000 diák, 2000 diák? Ha kimenne 30000 diák, ha kimenne... De miért a diákot verhet? De hol vannak van a tanárok? És tehát hol van az, akit érintett? Rosszul vezettem föl, de igazad van, és kimenne 50000 tanár, és kimennének a szülők együtt, és megbírítanák a fél országot, akkor itt pillanatokon belül szerintem lenne valami megállapodás. Magyarországon ennek nincsenek hagyományai, vagy úgy mondjam, tehát, hogy... De akkor maradunk ugyanott. Ez így van. Nem politikai változást nem lehet már tüntetésre Magyarországon elérni, ez egyszerűen bebizonyosodott. De mit tudnak a románok, amit mi nem tudunk? Nem a románok tudják másképp, hanem ott van náluk egy olyan kormányzás, egy olyan működő demokrácia, nevezzük így. Dovatosan azért leszaladtak. Ami lépéskényszerbe kerül azzal, hogyha akár 2000 ember kimegy az utcára. Ott sem megy ki szerintem több. Ott 150 ezer ember. 150 ezer ember ment ki ilyen utcára? Nem, 150 ezer ember abba hagyta a munkát hétfő reggel. De 150 ezer embert nem fenyítettek be már jó előre, hogy elbocsátják, amennyivel abba hagyja a munkáját. Igen, de ha mindenkit elbocsájtasz, aki abba hagyja a munkáját, akkor megszűnik a vezetésed alatt álló mondjuk iskola. Tehát ugye a... Tojás és tyúk kérdés. Tehát én vagyok az igazgató, azt mondom, hogy kus dolgozol tovább, minden tanár felteszi a kezét, és azt mondja, hogy nem dolgozik, akkor mit tudsz csinálni? Semmit. Igen, csak ezt a chicken game-et egyrészt nem kezdik el játszani, igen. Mert már eleve az elnyomott, vagy a vesztes pozícióban lévő tanárok, hiszen nem tudják egész biztosan, hogy nem fog bekövetkezni az ő kirúgásuk. Tehát, hogy van megveszteni valójuk? Hát hogy ne lenne, hát viszont az még az a mostani 300 ezer forint is több, mint a nulla. És a másik pedig szerintem az, ami fontos volna még, ja igen, hát hogy azért a tanároknak is csak egy része az, aki ilyen harcosan próbál ezzel ellen a dolog ellen föllépni. A tanárok szerintem sajnos alig valamiben nagyobbik fele, az nem tartja célra vezetőnek a tüntetéseket. Romániában most már nem 23 millió alatnak, emlékeim szerint 20 millió alá csökkent, vagy valami ilyen 20,5 millió, tehát hogy ők sokkal jobban csökkennek, mint mondjuk a magyar lakosság. Tehát nyilvánvalóan ott sem 150 ezer tanár van, hanem valószínűleg 500 000, vagy nem tudom mennyi tanár lehet. Tehát ott is csak egy kisebb rész volt az, aki beszüntette a munkát, de ők csontra, tehát ott nem kezdtek el azt mondani, hogy jó, akkor megtartjuk a fél órát, és akkor ebéd szünetre, vagy visszajövünk, és akkor délután letanítjuk azt, amit délelőtt mi eltüntettünk. Tehát nem, beszüntették, és komplett osztályok meg iskolák zártak be két héttel, azt hiszem. Magyarországon se kell minden tanárnak, elég csak a felének, akik nem értenek egyet a dologgal. A másik fele meg letüntessel. Csak érted, a magyaroknak a döntő többségének semmilyen tartaléka nincsen. Két hónapos munka. De a románoknak sincsen tartalékük. Én ebben biztos vagyok. Szerintem azért az van, hogy vagy fiatalabbak a román tanárok, mert ugye Magyarországon nagyon sok nagyon idős tanár van, vagy szerintem sok, megkockáztatom, hogy sok már nyugdíjas, akinek ez egy mondjuk remek, vagy nem remek, de nyugdíjkiegészítés, mert visszahívták őket, mert nincsenek tanárok, és egyszerűen el van öregedve az állomány. Nem lehet az, hogy a románoknál fiatalabbak, akik még jobban harcolnak. Mert ma Magyarországon tanárnak lenni, az azt jelenti, hogy van egy jól kereső férjed. És hobbiból tanítasz, vagy valami családi szerencséd, és van máshonnan is bevételed. Szerintem ezek sztereotípiák. Én azt gondolom, hogy ez nincs. Tehát nem az van, hogy minden tanár mögött megtalálható egy szponzor, csak... férj vagy feleség, hanem és őt azt gondolom, hogy például a rosszabbul élő országrészekben is voltak arra példák, vagy voltak olyan történetek, inkább úgy mondom, ahol azt mesélték el, hogy hát ők a keresők a családban. Igen, ez abszolút, de pont ezt mondom, hogy nekik sok a vesztenivalójuk annak, aki mögött nincs egy ilyen fér vagy igen, akármi lehetőség. Tehát, hogy aki csak ebből él, annak az nagyon balanszírozni igyekszik, hisz tudja, hogyha elveszíti a munkáját az adott településen, vagy település közelében, akkor a legközelebbi munkahely, vagy iskola, az mondjuk 40 kilométerrel odébb van, de az már nem fér bele a családi költségvetésbe, hogy mondjuk oda elautózom minden nap, meg hazajöjjön. Tehát, hogy szerintem ők valamennyire óvatosabbak
ilyen tekintetben is abszolút meg tudom érteni, hisz nehéz úgy harcosnak lenni, hogyha holnap nincs miből lenni adni a gyerekednek. Neked olyan sztorikot is lehetett hallani, hogy megint csak ebben a nehezebb sorsú országrészekben, hogy a tanár azzal a kicsi fizetéssel is, amit mi itt rémesen alacsonynak tartunk és élünk meg, ő ott abban a hierarchiában, ahol él, abban a zsákfaluban, ott azt egy magas jövedelemnek számít. És ilyet én aztán végképp nincsen társadalmi támogatottsága, legalábbis a saját környezetében biztosan nem érzi mindezt. Hiszen... Ez biztos, hogy így van, persze, de szerintem nem az az általános, hogy van egy jó kereső férj vagy feleség mögötte, inkább az az általános, ha most már erről beszélünk, hogy kimegy a tanárnak, hogy tanít, és utána délután magántanítványai vannak, meg hétvégén még valamit csinál, tehát hogy inkább ilyen önkizsákmányolásba megy át ugye az idejének, és az, hogy töltődjön, meg szórakozzon, meg kikapcsolódjon, meg pihenjen, uram, bocsánat, hogy a gyerekét nevelje, arra nem marad idő. Tehát, hogy ez a gond, hogy egy ilyen spirálba kerülnek bele ilyen. Meg azt mindenképpen ezen a ponton térjük ki, hogy ugye nagyon sok interjúban elhangzott az is, hogy nem feltétlenül a fizetésükkel van problémájuk a fizetésükkel. Ez nagyon de alapvetően nem a fizetés a fő gond. Igen. Hanem az, hogy rettenetes állapotban van a hazai oktatás, mind a szabályzókörnyezetet tekintve, mind pedig az emberállományt. Na most a szabályzókörnyezet az úgy fog változni a státusz törvényről, csak néhány passzus mondok el, mert lehet, hogy nem minden hallgatónk tudja ezt így nagyon precízen. Például azt fogja lehetővé tenni, hogy vezényeljék őket. Ez nincs eléggé hangsúlyozva. Szerintem ezt az igét se ismeri mindenki. Ez nonsens. Mert ez egy militáns fogalom. Amit nem véletlenül kintén minisztériumára vezeti be, igen. Na, innen folytasd. Ez azt jelenti, hogy te tanár vagy Egerbe, mondjuk, tehát most nem is a legszegényebb közvetet mondom, de egy vidéki városba, vagy Cegléden vagy tanár, kitalálja a belügyminisztérium, hogy tőled 50 kilométerre Fehérgyalmaton, most lehet, hogy ez butaság is, az 100-ra van, nem tudom, valószínűleg 100-ra van. Sokkal messzebb van Fehérgyalma Ceglédtől, igen, mert Ceglédben... Akkor a Ceglét, akkor... Jó, mindegy, valahova. Akkor Kunszentmártonon... Szerintem a Makó-Jeruzsálem távolság, az azt mindenki tudja, ebből induljunk ki. Tehát ott hirtelenében nincs fizikatanár, ami azért életszerű, és azt mondják neked Ceglédről, hogy akkor holnaptól te keddenként, meg csütörtökönként délután egyre legyél ott, és tanítsd le a fizika órát, tök random, minden tiszteltem ellenére, tök random osztálynak és gyerekeknek is környezetben és iskolában. Az, hogy te ezért plusz pénzt kapnál, hogy hogyan jutsz el oda, kifizeti ki az a plusz, itt semmi nincsen, csak vezényelnek, és ezt te nem mondhatod azt, hogy nem. Hol van ilyen még, ugye a katonaságnál, meg a most az egészségügyben. Ha te volánbuszos sofőr vagy, akkor sem vezényelnek egyik napra a másikra, egy másik megyébe. Tehát, hogy Egyébként ez a klasszikus háborús retorikája ennek a kormánynak, ami ugye háborúban van az, amikor az orvosokat vezényelni szokták ugye a frontra, mert ott kellnek a frontkórházba. Az ott legitim is. És az ott legitim is, csak hogy a retorikát figyeljük meg, ugye, hogy azzal van magyarázva minden egyes lépése a kormánynak, hogy hú, hát háborús infláció, háborús válság, nem tudom, minden háborús most már. Minden háborús. Ja, és valószínűleg ezt is oda akarják kivezetni, vagy az ezen a gondolatra van fölfűzve. Aztán ebben a törvényben van olyan is, hogy ugye ez nem titok a hallgatóink előtt, egy laptop rögzíti itt a hangot. Van két mikrofon, és ez a laptop, ez az én tulajdonomban van, nem a podcast kommunánknak a tulajdonával. Még rekriválhatjuk. Hát, ugye erről van szó. Tehát rengeteg tanár a saját eszközét használja, mert az a rendszer nem ad neki telefont, az egy dolog, de se tabletet, vagy ez nem igaz, ne arra gondolj, mert igen? A kormány tavaly a választás előtt igenis adott. De itt nyilván nem erről van szó, amit nem erre akarom példát kihúzni, de igen, vannak valóban tankerületi tulajdonban lévő dolgok, de az esetek nagy részében egyébként a tanárok a saját eszközeiket használják és viszik be, hasonlóan az egészségügyhöz, ahol a WC-papírt is be kell vinni, meg minden szélszart. És a státusztörvény alapján a tanárok által használt eszközökbe, független attól, hogy kinek a tulajdon az eszköz, beletekinthet minden részébe a munkáltató, azaz a tankerület. Ezt így el tudjátok képzelni, hogy dolgoztak egy cégnél, a cég azt mondja, hogy spórol, tehát nem a céges mobilt, mert céges laptopot, ezeket lehet ilyet csinálni, akkor szerződésköt a munkavállaló a céggel, cserébe, az a trade-off, hogy a cég nem néz bele, hiszen te eszközödet használod. Tehát, hogy ilyen van,
Csak akkor nem nézhet bele? Az nem a helyzet. Nem tudom, én egy olyan iparágban jövök, ahol volt olyan szerződés, ahol benne volt egyébként, hogy a céges levelezés az átnézhető. Nyilván nem a magánlevelezésen. Mindig úgy van a szerződés, hogy a céges postafiók fölött a cég rendelkezik. Igen. Nyilvánvalóan, ez természetes, de nem úgy, hogy akkor a te saját laptopodat ott hagyod két napra az IT-s fiúnak, aki átvizsgálja. Igen. Az a helyzet egyébként, és most ezt IT-sként mondom, és nem akarom megvédeni a státusztörvényt, csak hogy ennek lehet egy olyan nézőpontja, hogy ugye egyre inkább terjed az informatikai adatvédelmi megoldás, hogy a munkáltató a saját adatait védi, ugyanakkor lehetőség van arra, technikai és egyébként munkáltatói lehetőség is van arra, hogy te, mint munkavállaló, a saját eszközeidet is bevond abba a körbe, aminek a segítségével meg akarod nézni, használni akarod a munkáltatód adatait a munkavégzésedhez egyébként. Mit tudom én, meg akarod nézni a saját telefonodon mondjuk azt, hogy mi van a céges levelezésedben. Egy ilyen esetben a munkáltatónak az egy jogos igénye, hogy egy ilyen informatikai környezetben a saját adatait megvédje. Ez esetben ez a környezet, ahol ezek az adatok megjelennek, az a te telefonod, és ott kell neki erről a védelemről gondoskodnia. Ezt csak egyféleképpen teheti meg, hogyha bizonyos jogokat vindikál magának azon az eszközön, mármint hogy az általa telepített, vagy az ő adatait neked megmutató, de hozzá kapcsolódó alkalmazás számára. Ezt egyébként ilyen mobil device managementnek hívják egyébként a szakmán belül. Itt is elveszettünk egy némi hallgatót. Igen, néhány hallgatót, igen, így van, amikor ez a saját eszköz, hát a menedzsment szót talán már nem kell lefordítani. Ugye itt a menedzsment arra szorítkozik, hogy folyamatosan kontrollat tudja tartani, hogy te mit csinálsz a céges adatokkal. De ehhez az kell, hogy olyan jogokat kapjon az egész eszközre vonatkozóan, amiben meg tudja védeni a saját adatait. By the way, nyilván eszköz kap arra is, hogy más dolgokhoz is hozzáférhessen. És egyébként egy normális világban, ugye ennek az az ellenszere, hogy én úgy dönthetek ugyan, hogy a saját eszközömre beengedem a munkáltatómat, de dönthetek úgy is, hogy ezt nem csinálom, hanem kérek egy munkahelyi telefont, meg egy munkahelyi laptopot. És szerintem a gondolat első felének a jogszabályi alapjait megteremteni, az oké. Okay. Rákényszeríteni a munkavállalót arra, aki eleve alul helyzetben van. Igen, hogy a saját eszközeit használja föl, az nem oké. Itt két dolog, hadd egészítsem ki. Az első verziónál igen, tehát te minden egyetértek, amit mondasz, viszont akkor kell egy olyan informatikai megoldás, ami azt kizárja, hogy mondjuk a tankerület a fotóit nézegesse a tanárnak. Tehát most nagyon egyszerű példa, de ez az életszerű példa, tehát hogy ahhoz nincs köze, és ez informatikailag megoldható, de nem erről szól a... Tehát nincs arról szól a státusz törvényben, hogy csak a szükséges mértékben, és ugye nem erről szól. Igen, tehát informatikailag ugye oda, igen, tehát két dolgot kell mondani, milyenkor mindig kijelenteni. Egyrészt a technológia igenis lehetősége van arra, hogy a gépeden olyan jókat szerezzel, amivel hozzáfér a saját fotóidhoz is akár, de ilyenkor a normális munkáltató deklarálja írásban, szerintem te is erről beszélsz, hogy de nem teszem. Deklarálja a törvényben, igen, hogy azt mondja, hogy a személyes adatokhoz nem. Tehát egy plusz 5 szót szerintem oda kéne ezzel. A másik, amivel kiegészítenének, hogy én dolgoztam önkormányzatban, és aztán most pedig dolgozom önkormányzatban dolgozókkal, meg képviselőkkel, meg ilyenekkel. Igen. És kétféle megoldás van. Az egyik megoldás valóban az, hogy én mondom neki telefonon, hogy figyelj, akkor most akkor rakj föl egy TeamViewer-t. És mondja, hogy nem rakhat föl TeamViewer-t, mert ez önkormányzati tulajdon, hogy laptop, arra nem tud semmit se telepíteni. Ugye miről van szó? A TeamViewer-rel én át tudnám venni az ő gépe fölött az irányítását, én rátok, nem csak látom a képernyőt, hanem én is tudok mozogni, mert sokkal egyszerűbb távolról úgy megoldani feladatokat, hogyha nem csak látom, hanem én adott esetben meg tudom fogni az egeret. És ugye az van, hogy az önkormányzati tulajdonú laptopokra semmit nem lehet telepíteni, mert az önkormányzati tulajdonú laptopok hozzáférnek a belügyminiszterünk belső rendszereihez is. Az összes törvény, meg szóval nem tudom minden, a pénzügyi rendszerekhez, egy csomó mindent hozzáfér. És ezért az a döntés, hogy a kormányzati, ilyen értelemben ez állami rendszernek a része az önkormányzati, még hogyha ellenzéki tulajdonú, vagy ellenzéki képviselő tulajdonolja azt a laptopot, ezért ezek le vannak védve, és semmit nem lehet rá telepíteni. Remélem nem hallgatják IT-sek, azért portable verziókat lehet, csak most így mondom. Tehát mondjuk portable Photoshopot
futtatna vígan ezek a laptopok. Na mindegy, ezt csak így távolról mondom, így csak így, aki érti, érti, aki nem, nem. Viszont VPN-en keresztül használ és lép föl a saját belső rendszerükbe. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, hogy azt mondja, hogy használhatja ő a saját laptopját, viszont akkor nem látja mondjuk a központra föltöltött előterjesztéseket. Tehát nem fér hozzá az informatikai rendszer az önkormányzatnak. Nem, hogy a hallgatókat elvesztettük, de a Zsuzsát is. Igen. Az biztos. Na jó van. Mert én végig azon gondolkodom, hogy egy tanár milyen olyan információk birtokába juthat, a nem tudom mi krétát, vagy mit használnak a gyerekek, hova írják be, amit hetente törnek föl a 8-os gyerekek, nem? Hát kb. Tehát, hogy akkor innentől kezdve mi aggódunk, hogy mi fog kiderülni? Egyrészt az a gond, hogy a krétában személyes adatok is vannak, meg ezekben a rendszerekben. Okay. Tehát ott tényleg az, hogy a szülők foglalkozása, esetleges betegség, állapot, egy csomó minden azért benne van ezekben a rendszerekben. Azt értem, hogy védjük a személyes adatokat, csak azt mondom, hogy egy olyan rendszert védünk, ami amúgy nem működik. Ja. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen abszurd. Én szerintem normális informatikai törekvésekbe csomagolunk bele olyan intézkedéseket, amiket utána fegyverként lehet akár használni. Itt ez a alkalmazottak ellen. Az van, hogy a NER 13. évében, hogyha van egy rendszer, ami akár fegyverként is használható, most a fegyvert értsétek jó, tehát nem igazi kalasnyikokról beszélünk, akkor azt a NER használni fogja. És a tanárok egy jó rész is ezt gondolja, tehát hogy a sárkos szöveg nem akarják. Tehát, hogy azt mond, és ugye ez megint nem a pénzről szól. Igen, de kérdés, hogy meddig mennek el? Nyár, hát ez a bajom. Vakáció, nyár, a gyerekek elmennek bulizni, fesztiválozni, nyaralni, nem tudom mi, tehát ők kvázi kiesnek, vagy dolgoznak persze nyári munkát. Június 6-án ma terjesztette erről a belügyminisztérium, nem véletlenül ekkor. Gondolom én az utolsó munkanapján az országgyűlésnek, ami mikor van, június legelején, vagy valamikor június legvégén, ilyesmi van. Tehát tök mindegy, is mindent megszavaznak. Akkor megszavazzák, azt elmenni mindenki nyári szünetre, és majd itt júniusban fognak megint 3000-en fognak tüntetni, eléneklik a Miénk itt a Grund című dalt, és 200 diák fölmegy barhizni a karolajtába. És nem lesajnálva mondom ezt az elvésre kifejezést, hogy barhizni, de hogy ha 20 000 ember menne föl, és nem csak a diákok, hanem a tanárok, meg a szülők, mindenki, akkor szerintem meghátrálna a hatalom. Én csak ezt mondom. Szerintem meg nem. Mire alapozod ezt? Nincs arra, hogy ha 100 000 ember vagy 50 000 ember kimenne egy hétig, és nem tanítanának, az gyakorlatilag megbéntelen az országot. Mert a szülők otthon kéne. Igen, akkor nem dolgozhatnának. Igen. Azonnal telefonálnának a fideszes szülők is, hogy oké, értem, én oldjátok meg, tehát, hogy amit a saját képviselőtöket már ígértelem, tehát, hogy egyszerűen az annyira erős lenne. Nincs erő, tehát én nem látok erőt. Zajlik egy munkabeszüntetés az egyik gyárban, Veszprémben, Székesfehérváron? Veszprém szerint. Veszprém, vagy ugye? Várjál, nekem Veszprém lévénk, igen. Egy napja zajlik, vagy talán más. Ilyen, hétfőn, ma kedv van, de két napja zajlik. Tökösen beleállt az ottani szakszervezet, és beszüntették a munkát. Nem az van, hogy a dolgozók 10%-a, 15%-a, tényleg zajlik a munkabeszüntetés, és a gyárnak ez rosszul, tehát ez nagyon rosszul fog esni. Igen, csak fognak állapodni. Igen, de a gyárban dolgozókat még mindig jobban megvédi a sztrájk törvény, amennyiben az nem közfeladatot ellátó gyár, mert pedig, ha jól értem, akkor ez nem. Ez nem egy közfeladatot ellátó, igen. Igen, tehát szerintem a Székesfehérvár, bocsánat, én voltam, és Harkoni köfém. Na, szuper. Szóval azért nagyon nem ér szerintem az érdemi sztrájk elmaradásával érvelni, mert a közfeladatot ellátó szervezetek sztrájkolását kinyírta a kormány. Oké, megyek veletek, de akkor ennyi? Ennyi. Tehát nincs megoldás? Én szerintem erre most nem fog születni megoldás. Én pessimista vagyok. De akkor pedig én általában menjünk vissza a balra ugrálni, tehát hogy akkor az Orbáni rendszert nem a pedagógusok fogják lebontani. Én nem is azt akarom, hogy bocsát le. Legyen több fizetés, és ne legyen De az Orbáni rendszernek, meg a NER-nek az alaptulajdonsága, hogy nem hagyja magát a közvélemény által befolyásolni. Ez abszolút így van. Tehát innentől kezdve bármekkora... Ugye ez gyengeség lenne, tehát hogyha egyszer azt mondják, hogy bocs, igazatok van, az gyengeség, a gyengeség bukás, a bukás vége.
Ráadásul nincs is nagyon miből szerintem kifizetni a tanárokat, nem? Tehát, hogy most azért... De tettek volna ezt most azzal, hogy liberalizálják az oktatást, most így menjünk át az évben. Csak hogy finoman szólva se álljul a kassza, tehát jó végén nézegetik a 200-osokat szerintem a fiúk most, ahol nézegetik, a Karmelitában, mert hogy ugye nem jönnek meg az uniós pénzek, folyamatosan presszionálnak minket, az államháztartási hiány hatalmas, Matolcsi se boldog, tehát, hogy itt baromi nagy gáz van alapvetően. Jó, de mondom per politika, tehát, hogyha ezt politikai eszközökkel akarnák megoldani akarnák a problémát, akkor megtehették volna, hogy oké, de akkor a másik oldalon engedünk. Akkor ebből ugye az következik, hogy egyre csak forrni fognak az indulatok, még hiába lesz, hogy nyár jön, megint egy ősz, jönnek megint tüntetések, nem csak gundot fognak énekelni, megint fölmennek a Karmelitához, és megint le fogják fújni a rendőrök a gyerekeket, szóval azért lesz ilyen. Vagy megjönnek az uniós pénzek, és oda dobnak nekik valamit, és a tanárok hátra lépnek. Az uniós pénzekkel nincs összefüggésben, csak a kormánynak a narratívája, viszont idén biztosan nem, de most úgy néz ki, hogy jövőre sem fognak megint uniós pénzek. Meg egyébként nem érdekük, tehát nem, vagy nem, nem azt mondom érdekük, nem szándékuk jó minőségű oktatást fenntartani. Nem zavarja őket, hogyha tovább romlik az oktatás színvonala, mert nem baj, mert kábelkorbács gyártáshoz, autó visszapillantó tükörgyártáshoz, meg akkumulátorgyártáshoz. És akkumulátorgyártáshoz nem kell szükséges. Nem, hát nagyobb mennyiségű fizikai munkásra van szükség, vagy sima szakmunkásra van szükség, és sokkal kevesebb mérnökre, és azt a sokkal kevesebb mérnököt egyébként, hogy mondjam, a saját finanszírozásban a szülők elő fogják állítani jövőben is, úgyhogy az nem, de a fizetős iskolákban meg fognak keletkezni az a hazai értelmiség, akit a NER által megálmodott struktúrában lévő, nem tudom, nemzeti ipar és termelés az felszív. Az adásmenetben eljutottunk ahhoz a ponthoz, ezek szerint akkor jól predesztináltam, hogy ez az adásmenetnek része, ez a szó, hogy apátia. Tehát, hogyha... Apátiról fogunk beszélni? Nem, én nem beszélek apátiról. Nem. Monostorra. Igen. Tehát, hogy akkor, hogy persze, mindig lesz pár ezer tüntető, meg elégedetlenkedő, de alapvetően apátiában van ez a társadalom, és elfogadta a helyzetet. Megfett a béka. Mert senki nem lát lehetőséget, tehát nem látod magad előtt a lehetőséget a leváltásra, úgyhogy visszahúzódsz a saját kis buborékodba, vagy ahova akarsz, tehát hogy keresed a mindennapi örömöket, és szerintem megpróbálsz túlélni. Én legalábbis ezt látom az embereken, miközben iszonyatosan megosztott a társadalom, az utcákon, utakon, boltokban mindenki hiperideges, ugye, tehát hogy iszonyú frusztráltak az emberek, látszik, hogy ilyen robbanás közeli állapot van, és ez szerintem nagyon nagy boldogtalanságot hoz, tehát mind mikro, mind makro szinten. Akkor ilyen alapon ugye ráfordulunk most már a jövő évi helyi önkormányzati választásokra és az EP-re, akkor ott semmi különös nem lesz. Tehát... Én nem hiszem, hogy bármi lenne. Mert van az időpont jövő évi. Én bevallom, ott azért én várok egy valami fajta javulást a önkormányzati választásoktól, tehát hogy én még mindig egy kicsit hiszek abban, hogy lesznek olyan települések és lesznek olyan pártok, ahol mégiscsak előállnak néhányal, nem lesz elsöprő, de hogy lesznek olyan települések, ahol meg lehet meglepetést okozni. Én ebben erősen reménykedem. Meglepetés okozás az a rendszer része, tehát az fontos, hogy itt nem egy nyílt diktatúra van, ez ilyen választási autokrácia, aminek pont még előnyévé szolgál, hogy néhány helyen győz az ellenzék. Tök jó, föl lehet mutatni, működik a rendszer, működik a demokrácia. De ez a rendszer lényegét nem éri el. Nekem az a kérdés, hogy mondjuk láttad-e a Gödi időközi választás eredményét, és mit gondolsz, tehát számítottál-e ilyen eredményre, hogy egy független, de... Fideszes támogatottságú, remek sportoló ember. És hát ráadásul igen, tehát hogy nem is a politikai képességeiről ismertük meg az urat. És nem is a retorikairól. Igen. De te a nézőink, illetve hallgatói nem láttak, hogy te ingatod a fejlet, tehát hogy te nem számítottál ekkora elsőkorú Fideszes győzelemre? Egyáltalán nem számítottam Gödön ekkora. De arra számítottál, hogy Fideszes győzelem lesz? Vagy még akár arra is. Hát az igazság, hogy Gödön szerintem sikerült mindenkinek szarva lépnie az ellenzéki oldalon az elmúlt időszakban.
Úgyhogy az, meg ugye az időköziket elnézve, ott zsinórban mindenhol nyer a Fidesz. Tehát én tudom, hogy van néhány üdítő kivétel. Vannak azért, de nem sok, igen. Tehát a legtöbb helyen még mindig az országgyűlési választásokat ismertik meg az időközi választásokon. Én nekem az az érzésem az időköziknél, nem tudom megbizonyítani, egyszer egy pár héttel előtt egy belső csehbe ezt leírtam, nem tudtak elvitatkozni, de én eleve úgy írtam, hogy semmi fajta bizonyítéka nincs rá. Nekem az az érzésem, hogy egyre távolodnak az időköziknek a helyi eredményei az országos választásoktól, és egyre inkább azon múlik, hogy helyre az adott közösség, vagy az adott jelölt, az milyen. Például Gödön nekem tök egyértelmű volt, hogy a Kammerer nyerni fog. Teljesen egyértelmű volt. Ugye az ellenzék legyilkolta magát az elmúlt 3,5 évben, és jön egy szimpatikus sport, a sportolókat szeretik az ember. Szeretik az ember. Jó kiállású, magas. Győznek. Igen, tehát hogy olimpikon, érted, az olimpikonok, azok biztos mindenki ismer. De nem csak az balról jobbról egy, annak nincs színe. Milyen potensek, ugye? Annak nincs színe, az olimpikonokat a világlátástól függetlenül mindenki szereti és mindenki tiszteli őket. Tehát hogy az tök világos volt, hogy a Kammerer nyerni fog, az se zavart őket, hogy a Fidesz van mögötte. Csak hogy mennyire a sportolók hasítanak, Borkai doktor ugye ismét indul Győrben. És minden esélye megvan. Nem, egy helyi cégnek lett az igazgatója. De én azt olvastam valahol, hogy azért úgy tűnik, hogy arra sakkoznak, hogy a következő alkalommal már visszavitorlázhat mindent. Lehet az előkészítése, igen. És én azt, ha elkezdtem végig gondolni az elmúlt időszak időközéjeit, sokkal inkább azon múlott, hogy hol ki nyert, hogy az adott jelölt az ott egyébként valóban helyi volt-e, beágyazott-e, ott nőtt föl, vagy sem. És kevésbé nézték az emberek, hogy fideszes vagy sem. Nekem valahogy ez volt az érzés, nem tudom bizonyítani. Tehát, hogy egyszer le kéne ülnöm egy nagy Excel táblázatot elő és végignéznem, de mert úgy nagyon fura meglepetés ellenzéki győzelmek is vannak, és nagyon hülye helyeken beszél durván az ellenzék, és győz a Fidesz. Tehát, hogy erősítsem az összeesküvés elméletet, vagy nem tudom, az elméletet, az nem is vettem az összeesküvés elméletet, és behozzak egy újat, ami viszont szerintem összeesküvés. Hogy logikátlan, hogy hol nyer és hol veszít a Fidesz, csak ezért. Na, csak azt akarom mondani, hogy ugye majd témánk tett volna, csak aztán én nem készültem fel belőle eléggé, úgyhogy így önállóan nem lesz téma, de hogy ugye az időközi választások nem folytatódnak mostantól, még azt hiszem augusztusban lesz egy Gödöllőn. Én megnéztem pár nap között pont a választáspontunk, talán augusztus 11-et utolsó. Így van, de onnantól kezdve nincs időközi választás, mert a Fidesz hozott egy törvényt, azt hiszem most talán már meg is hozták, amiben az van leírva, hogy ez hülyeség, de hogy nem költünk erre pénzt, majd úgyis mindjárt itt lesz ez az önkormányzati választás. De azt tudod, majd akkor hogy nem megtartjuk. A Fidesz költi rá a pénzt, hanem azt mindig az adott önkormányzatnak kell, aki az időközit kiírja. De csak szólok. De oké, de hogy a jogszabályban talán ezzel érveltek. Nem számítanak. A tények, a igazság. Az emberek érdekében történik mindez, hogy ne költsük ott el az emberek pénzét. Igen, és hogy a timeline viszont azt mutatja, hogy ugye a szegény Mágó István elhunyt viszonylag fiatalon, mint 12. kerületi képviselő. Nem volt még 70, vagy talán volt már 70? De volt 71-72. Fiatal volt, igen. Én 53-esen ezt egy fiatal embernek látom innen. Uh-huh. Remélem én is fiatal leszek az ő korában, és akkor én azt gondolom, hogy leesett ott a Fidesznek vagy a NER-nek, hogy ott a Kovács Gergőnek nagyon komoly esélye van, hogy behúzzon még valakit. Mint kutyapártos képviselő, mert ők most nagyon beágyazottak abban a kerületben, és nagyon jók a számai, és valahogy történetesen akkor rögtön kitalálták, hogy akkor ne legyen több időközi, szerintünk ez hülyeség, ne legyen inkább több időközi, és nem biztos, hogy igazunk van. Nem biztos, de hogy igazam van. De mi a megoldás, hogy fog Vágó István helyére bárki bekerülni? A listáról fog valaki bekerülni, igen. Tehát, hogy ugye azt hiszem DK-s listáról jutott be, van emlékszem? Nem, hát nyilván egy közös lista van ott. Uh-huh. És tehát úgy van ilyenkor, hogy ha egyéni körzeti ember huny el, uh-huh, akkor ott időközit kell tartani valóban. Ez nagyon sok. Kellett volna, de ugye kellett volna. Ha pedig valaki lemond, de ő egyébként listás képviselő, uh-huh, volt, akkor azok a szervezetek, akik közös listát állítottak, itt zárója a Fidesz, és nagyon sok helyen közös listát állít, mert a Fidesz kötője a KDNP két párt közös listát. Uh-huh. Csak azért ez fontos megjegyzés, hogy a közös listát állító pártok egymás közötti megállapodása tudja kihozni, hogy éppen ki üljön be akkor a listán.
Viszont ennél a mostani helyzetben, amikor előrébb hozták a moratóriumot, az időközi választások moratóriumát, most úgy határoztak, hogy nem, hanem darab-darab, tehát hogy aki a listán következik, az fog beülni. Most nyilván a harmadgyenge ellenzék listájára bejutó következő figura, az nem fogja tudni azt hozni, mint amit a kutyapárt tudott volna alakítani a 12-ben. Fun fact, DK-s egyébként pont, aki ott a listán következik, tehát hogy egyébként ez a fun fact, hogy úgy jön ki, hogy a Vágó István helyett egy másik DK-s ülne be, és ugye a Gergő valami személyes posztját látta, vagy lehet, hogy a hivatalos oldal nem tudom, hogy látva azt, hogy az elmúlt években milyen volt a teljesítménye ott a helyi DK-nak, a helyi MSZP-nek, nem várható el, tehát az ő politikai véleménye az, hogy nem várható el erős ellenzéki tevékenység attól a beülő embertől. Én visszakanyarodnék az előzőre, amit mondtál, én azért egy kicsit ezt vitatom. Azért vitatom, mert igazából a Fidesznek érdeke lenne, hogy egy MKKP jusson, tehát hogy ő nyerje időközi. Szerintem ez neki érdeke lenne. Neki az nem érdekel, hogy az a meglévő 5 vagy 6, ki tudja egészen pontosan mennyi pár, de ez a bevett ellenzék, akkor nevezzük ezt így, hogy ő, az nem érdekel a Fidesznek, hogy ők erősödjenek, neki az az érdekel, hogy a bevett ellenzék hújjon darabjaira, minél inkább, és azok az egyéb szereplők, akik nem a bevett ellenzék része, két ilyen van igazából is potensek, az egyik a kutyapárt, a másik a Mi Hazánk, hogy ők viszont erősödjenek meg, de persze, de ne annyira, csak 10%-nyira. Tehát neki ez az érdeke. Tehát neki az az érdeke, hogy sok 10% legyen a maga 45 vagy 50%-a mellett. Tehát szerintem pont tök jól jönne, hogyha ott lenne egy időközi, amit az MKKP behúzna annak ellenére, hogy a közös list, tehát hogy a közös ellenzékiek valakit ott egyedül elindítanának. Aki zárójel neki, szerintem nagyobb esélye van, mint az MKKP. Ez az én véleményem. De azt el tudok képzelni, hogy pont most elemeztem a... Úristen, melyik volt az? Most nem fog eszembe jutni, melyik városnak a körzetei. Egy neves vidéki város körzeteire beszélünk, de nem mondhatjuk meg, melyik az. Igen, ahol döbbenetes volt, hogy továbbra is Fidesz többség van, annak ellenére, hogy ilyen 30%-okkal nyert ott 2012-ben a Fidesz egyéniket, azért mert háromféle, két civil szervezet is, meg összefogott ellenzék, meg ezért mindenki ráindult mindenkire. Tehát, hogy nincs többsége a Fidesznek, de ilyen 30%-okkal nyertek. Ezt csak azért mondom, mert a 12. kerület az már nem a konzervatív fellegvár, nem a Fidesz fellegvár, vagy ugye régen az MDF-nek a fellegvára volt, hanem ezek a kerületek tolódnak el az ellenzék irányába. És persze ott is van az, hogy 25 vagy 30%-ig Fidesz szavazó van, de el tudom képzelni, hogy a maradék 60%-on viszont úgy osztozik meg az ellenzék, meg az MKKP, hogy akár az MKKP is valóban nyerhet, hogyha pont úgy jön ki véletlenül a lépés. El tudom képzelni, de mondom, az alapállásom az, hogy igazából ez érdeke lenne a Fidesznek. Azt viszont tudom, hogy pont a 12. kerületben, a második kerületben, szóval az ellenzék ott azért nyert időközít is. A második kerületben időközít az ellenzék nyert meg a például. Tehát, hogy ezek a kerületek az elég stabilan hozzák, és például Amerika, ahol bukta az ellenzék, a harmadik kerületet, ami pedig, hát ott is minden csont nélkül nyert a 19-ben, ott az időközít elveszett most az ellenzék. Nem számított, hogy ott még stabil többsége van a budai polgármester mögötti koalíciónak, de ott mondjuk elveszették az időközít. Mert sok számít, szerintem, hogy milyen a reputációja az adott koalíciónak a külvezetni. Így van. És az Őrsi Gergő, például a második kerületben, az jól, tehát annak egyszerűen látszik, hogy jó vezeti a kerületet, meg jó az ügyek, amiket visz, meg jó kommunikál. És minden tiszteltem Kovács Gergő, de a Pokorinak ugyanúgy megvan neki a Pokorinak a respektje a kerületben. Lehet, hogy képviselőtestületi többsége nem lesz, de mint polgármestert meg fogják választani. Ezt lehetünk képzelni. Hát, lássuk meg. Szerintem kopik a Pokorninak is azért a respektje. Kopik a Pokorninak, úgy érzel? És egyébként szerintem ez nagyban köszönhető többek között a Gergőnek is. Az biztos, hogy... Nem is biztos, hogy akar újraindulni, vagy biztosak vagyunk benne, hogy ő... Hát ő nagyon régóta csinálja, de ő az régi. De ő még mindig fiatal, tehát ő nem 70 éves. Tudom. Ugye? Tehát, hogy ő neki... Ha nincs különösebb oka, akkor az inkumbens ideig győző polgármestereket a Fidesz meg szokta tartani. Sok vizet nem zavar, irányítja a egyébként területet. Egyébként valóban nem zavar, hoz egy sikert, abban viszont nagyon igazad van, és erre rászerni kell, hogy a helyi ellenzéki munka
az nagyon sokat számít. Az tényleg nagyon sokat számít, és egy idő után, ez lehet, hogy egy év, vagy két év, vagy három év, de átviszi az helyi ingerküszöböt, hogy jó, hogy itt van valaki, aki csinál dolgokat. A első hónapban nem viszi el, de egy-két-három év alatt igen. Igen, most már Gergő ezt most már nem is tudom, két vagy három évet tolja. Folyamatosan, iszonyatosan nagy lángon. Ezért van neki esélye, vagy van a kutyapártnak esélye a 12-ben. De ilyen sztorik volt a Baján, Szombathelyen, ilyen sok helyen van, hogyha van létező ellenzéki munka, tehát bele van rakva, konzekvensen éveken keresztül, az meg fog látszódni a teljesítmény, vagy az eredménye. Mm. És ebből a szempontból, tehát ide kanyarodok vissza, amivel kezdtem, hogy szerintem kezd távolodni az, hogy egyébként egy kerületnek vagy egy körzetnek milyen az országgyűlési eredménye, az kezd elválni attól, hogy milyen lesz helyben az eredmény. Ez az, amit mondunk, hogy nagyon függ a jelölt személytől, főleg minél kisebb a település, annál fontosabb a jelölt személy, és annál kevésbé fontos az, hogy melyik pártnak vagy koalíciónak a tagja, mert hogy az emberek azok személyt választanak. Nem, szerintem főleg a kis településeken. Igen, meg hogy nem csak a személye, hanem az elvégzett ellenzéki munka, hogy az Áron mondja. Igen, tehát hogy a hangulat, ami nem felterül kell neked egy úszónak lenni az olimpiai bajnoknak, hogyha 3-5 éve egyfajtában túrod ki az összes csibészséget, és hozod nyilvánosságra, és viszed be a kamerát mindenhova. Hát valami lehet sűrözni kell, hogy olimpikon. Igen, hát, nem olimpikon, akkor nem munkával lehet Igen. Van könnyebb út, hogy nyert volna olimpiát. Ez egy jó kérdés, hogyha az olimpikonnal szemben ott fölállt volna egy... Nem volt gödön esély rá, hogy egy ilyen szereplő fölálljon, de ha elméletben lett volna egy, akkor egy olimpikot majom, tehát a sportszeretet melyik választ, többet, húzatja igen. Be inkább az X-et, vagy pedig a lehetett ellenzéki munka. Szóval attól függ, szóval, hogy milyen az összetétele gödnek, nem? Tehát nem sok múlik azon is, hogy milyen korosztály él ott. Nem az lesz a kérdés, hogy az népiesség volt, bármilyen, hanem a sportváros. Ennyi. Azért Gödön Kammerer sokkal többet kapott arányaiban, mint amennyire nyert a Fidesz Gödön az országgyűlésén. Te erre mondtad, hogy nincs színe. Lehet, hogy Kammerer ősgödi, és... Kammerer, de ő gödi egyébként. Igen, persze. De hogy ilyen ősgödi, hogy már a nagymamát is a nem tudom ki tanított az iskolába, és azért mindenki ismeri őket Gödön. Ez nem sokat számít. Hát... Ez nem egy vidám téma lett ez a nagy témánk, tehát az oktatási tüntetések és oktatás helyzete és a diák tüntetések. Figyelj, bármit csináltak, tehát azért itt néhányan tényleg elmentek a falig, oké, hogy nem volt tömeg. Én nekem az látom, hogy nem mentek el a falig. Szerintem a saját falukig elmentek. Tehát, hogy én értem, hogy még van hova menni, de hogy szerintem azok a diákok, ebben a környezetben éltek föl. Azok a pár ezer diák szerintem ővel. Jó, én nem a diákokon merem le. Tehát ezt akarom mondani, nem a diákokon. Nekem az a bajom, mert ez a kettes pont, ugye egyes pontot mondtam, hogy tömeg kell, a kettes pont, szolidaritás kell. Tehát hogyha a tanárok mondjuk beszüntetnék hétfőn, akkor kedden be kéne szüntetni ők a vegyipari dolgozóknak, szerdán az egészségügyieknek, és csütörtökön a Volánbusz vezetőknek. És de nem azért, mert ők ott több éjszak arra, hanem hogy ezért támogassák a tanárok ügyét. És abban a pillanatban a dolog. Én nem a nert akarom ezzel, érjék el a tanárok, hogy legyen az izé. Persze, értem a logikádat, hogy akkor a NER magáról állítanak ki egy bizonyítvány, az legyen az ő politikai problémája, aminek én persze őrölni fog, de én nem azért, nem a tanár továbbra, hogy döntsék meg a rendszer, de a saját ügyükön, a saját helyzetükön nem tudnak javítani, hogyha ezek az alap dolgok nem lesznek meg, akkor nem tudnak javítani. Akkor csúsznak bele ők a egyre forró vízbe a békákként, amit mondtál. Egyébként az felvetődött benne, meg másokban is, hogy mennyire morálisan megengedhetően jó-e, hogy ugye nagyon sok diák volt kint, és nyilván tehát vannak a 17-18 évesek, akit én már így valamilyen szinten felnőttnek kezelek, de nagyon sok fiatal diák volt kint, tehát 14-15 évesek, amit az ember még aggódik, értük, meg kicsik, meg nem tudják, meg nem jól értelmeznek dolgokat. Nem tudom, hogy kerültek oda ezek a diákok, tehát volt-e bármilyen oldalról bármifajta ambicionálása ennek, de mit gondoltok arról, hogy gyakorlatilag gyerekek néztek szembe a könyvgázzal? Most ilyen nagyon túlozva, tehát hogy jó-e az, hogy 14-15 évesek kiállnak a saját
jogai kérése elmennek és szimpatizálnak. A tanáraik. De figyelj, én tökre visszakanyarodnék egyébként azt, hogy kerültek ők oda. Tehát, hogy erre válaszolni. Nagyon jó. Nekem van erről egy elképzelésem. Ugye az történik, hogy olyannyira szar a helyzet ma az oktatásban, hogy konkrétan órák maradnak el, hogy konkrétan fél napok maradnak el középfokú iskolákban például, mert nincs ott a tanár, mert máshol tanít. Nem vagy érte át a város túlfelére? Nem, így van, bármi, vagy éppen beteg, és csak helyettesítse. Beül biológiát tanítani, és fingjön csak biológiát. Hát, hogy ezek a gyerekek, ezek a budapesti gyerekek sokszor, sokan a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy egyrészt baj van a futásban, másrészt hát marad idejük így emellett azon lamentálni, hogy akkor, hogy egy esetleg ezen változtatni kéne valamit. Plusz ugye hát értelemszerűen az iskola egy munkahely, és ugye ott az emberek általában egymással szoktak beszélgetni. Én szerintem az egy tök normális folyamat, hogyha a tanároknak a frusztrálsága, a problémái, azok megjelennek a diákoknak a közbeszédjében is, talán valamifajta cselekvésre készteti. Ugye ezt csak kicsiben megnézhettük ugye az SZF-nek az esetében, igen. Ezt most ugyanazt szerintem azt nézhetjük végig egy kicsit nagyobban, egy kicsit más közönség szereplésével, de ugyanazt a folyamatot, hogy az összeomló tanároknak a problémái megjelennek a diákoknál is, és ők is megpróbálnak erre valamilyen módon reagálni, és aztán ilyetén elmennek a falik, és nyilván 15 évesen az ember nem hoz mondjuk átgondolt döntés abban az értelemben, hogy szabad-e párosába belugni egy kordonba, ami mögött 56 darab rendőr áll. Nem is az a dolguk, hogy ezt végiggondolják. Igen, de nem is az a dolguk, hogy ezt ők, na mindegy, így kerültek ők oda. Oké, köszönöm, hogy választottam a kérdésemre. A mi buborékjaink, ilyen értelmiségi buborékjaink hajlamosak ilyen hónapra morális pánikokba esni. Ugye most Suhajda hegymászó kapcsán... Nem vagyok hajlandó morális pánikba. Suhajda Szilárd ügyében esett most a fél buborékunk morális pánikba. Összekeverted a két hegymászót nagyon szépen. Igen, valószínűleg. És ez egy gyönyörű morális pánikra adhat okot, hogy úristen, a 14 éves, meg 13 éves, meg 15 éves gyerekek mehetnek el. Én szerintem mehetnek, hát ez... Nekem ez nem okoz morális gondot, de nekem az okoz morális gondot, ha már egy pánikon 13, 14, 15 éves gyerek. Az meg hagyján, igen, egyébként. Hanem, hogy szerintem tök ciki, hogy a 14-15 éves gyerekeknek kell oda menni, és nem a szüleik mennek oda, és nem a tanárok mennek oda, és nem az ápolók mennek oda, és nem a volánbuszsofőrök mennek oda. Szerintem ez ciki. A magyar de ugyanúgy, ahogy a tanárok sem mentek oda, amikor viszont az egészség, az ápolók egyetértek, tehát ezért mondom, hogy a szolidaritás hiánya, az komoly gond. Tudod, miért nem gondolkodok ezen? Mert ezek egyszerűen szerintem nem így működnek, mint, tehát hogy nem arról van szó, hogy oda küldik a tanárok ezeket a diákokat. Ja, nem, ez fel sem erőlt bennem. Ott egymással is dumálnak, és azt mondják, hogy valószínűleg csúnya szavakat mondanak, amit én most próbálom magam visszafogni, hogy akkor menjünk tüntetni, és menjünk fel a Karmelitához. Nézzék, itt szerintem egy kérdés van, hogy vajon jó volt-e az, hogy a Momentum pont akkora szerzett oda a Karmelitához elé tüntetés, amikor tudták, hogy vége lesz a lent, ami van a rakparton tüntetés, szóval, hogy ez így mennyire vállalható, ezzel lamentálhatunk le, szerintem ez annyit most talán nem ér, de nem tudom. Figyelj, tök szar, hogy ez van, szerintem ezzel nincs gond. Én viszont föl vagyok ötköz a Patriota YouTube csatornájára, ezt minden ilyen alkalommal el szoktam mondani. Ott ők egy komplet kampányt fölhúztak arra, hogy Apáti Bence reagálva, meg más helyeken. Hosszan beszéltek erről, és videókat gyártottak, hogy Pankot a Lilit mozgatja most ugye a baloldal és az ellenzék, és meg kiadta az ukázt a Somogyi Zoltánban, mert ugye lefotózták valami budai cukrászdába, ahogy ott az eligazítást tartja Pankot a Lilinek és másoknak, és ahogy a baloldal annak idején használta a fekete ruhás nővért, meg volt az a vöröshajú lány, aki utána DK-nak valamelyik ilyen rendezvényére is el, mert nem teszem a neve. Vidékről, igen, Szegedi talán. A Slammer, aki azt a Slammert nyomta. Az a Pankotai Lili. Nem, az előző. De bár ugye nincs itt, tehát hogy azon lamentáltak, ilyen álságos krokodil könnyeket ejtett Apáti reagálban, hogy lám-lám ezeket a gyerekeket meg felnőtteket így használja az ellenzék, és nyilván mint a kapszaronyot el fogják majd dobni 3 hónap múlva.
ezek igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nem így működnek. Tehát, hogy a Pankota Lili, meg ezek a diákok, ezeknek nem kell eligazatást, tehát ezek maguktól fölmennek a karmelitába is, és tüntetnek a korban előtt. Tehát, hogy de az a baj, és hú, befejezem, mert nagyon nagy éveket írok le, úgy érzem, és ilyen puzsírosba kezdek átmenni itt a nagy évekbe, hogy az a baj, ugye ezekben a patrióta típusú kormányzati propagandában, hogy ugye az az ügyes benne, hogy mindig van egy pici igazság benne, mert kell valami apró hihető, csak azt fölragyítják, és azt adják el utána komplet igazságként. Abban van igazság, hogy kitermeli időről időre az ellenzéki nyilvánosság, az ellenzéki buborék ilyen följövő szereplőket. Volt az a tanártüntetések még 6 éve ezelőtt a Fiatalkarán Miskolcról, aki a... Az egy nagyon tipikus trend, hogy hátára vesz egy-egy ilyen tüntetés sorozat, egy fiatal, politikailag teljesen tapasztalatlan figurát, igen. Így fölemeli az égbe, és utána, és elengedés, és ezek iszonyú sérülésekkel, mindenféle poszttraumatikus szindrómákkal távoznak utána néhány hónappal a közéletből. Ugye a feketolás nővérenek az eklatás például által nagyon rossz mentális állapotba került, utána az a egy-két évig volt. Megállás se kapott, meg semmit, tehát hogy önnek tényleg nagyon rossz. Szóval, hogy van egy olyan olvasata ennek a dolognak, hogy az ellenzék az nem védi meg ezeket a szereplőket. De az ellenzéknek nincs rá eszköz, hogy megvédje ezeket a szereplőket. Ennek szerintem azért ez részben, nem, tehát egy részben ez egy emberi gesztus. Nem pénzkérdés, jó, nem. Fölhívják, de ezt nem tudjuk, nem, hogy nem hívják föl őket, később telefonon nem beszélgetnek. Én azt mondom, hogy nem. Mint ahogy a vörös hajulányról, mert azt se tudjuk, hogy hívták, pedig eklatáns szerepe volt ezekben a történetekben. Nagyon csúnya elmentek, emlékeztek, befotoztak a szoknyája, minden tök undorító dolgokat csináltak vele. Kicsit úgy érzem magam, hogy ezek olyan, mint a kereskedelmi tévék valóság. Vagy hősei, vagy földobjuk őket, aztán... Tehát akkor én egyébként hajlamos vagyok elhinni, amit mondasz. Tehát, amit úgy értem, hogy elképzelni, hogy valószínűleg ez van. Tehát, hogy tényleg nem hívják fel, tehát még csak az emberi gesztusok sincsenek meg. Nem is a jogi vagy pénzügyi gazdaság. Nem erre gondoltam, inkább. Hanem emberileg megvédeni. Én ezt el tudom képzelni. Ismerek azért közelről néhány politikus, mindenféle pártokból, és nem jól bánnak az emberekkel sokszor, azt érzem. Hát végül is, igen, tehát hogyha jól bánnának velük, akkor ezekből a figurákból kitermelődhetne egy új ellenzéki vezető, aki mondjuk még nem degradálódott annyira, mint a jelenlegiek. Termelődik ki új, aki sokat tüntetett, nem? Ne, én mondjuk a Márki Szaj Péterre gondoltam, hogy a kitermelődött újként. De ő nem tüntetett, vagy tüntetett? Hát Márki Zaj Péter nagyon szépen bele sivult egy pillanat alatt a nagy politikai szereplő figurájába, ami is oda került, hogy nagy politikai szereplővé változott. Gulyás Márton meg ugye ő tüntetett, meg ő neki voltak ilyen... Igen, valami... Őt a DK nénik is meg... Tehát hogy a DK-s nénik konkrétan fizikailag pártották, tehát hogy őt azt hiszem fideszes tüntetése még nem verték meg, de DK-s tüntetése már verték meg Gulyás Mártont. Hát minek ment oda, ugye? Hát több leg is kötődik a nevéhez ezek szerint. Mindegy, de hogy ő ki tudta magát. Na, szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, szóval ebben van, tehát a patriótának ebben volt egy pici igazsága, nyilván ebből utána azt hozták ki, hogy mennyire gonoszak az ellenzéki politikusok, mert kapcsolatként használják ezeket a szereplőket, holott azért, érted, egy Pankota Lilinek szinte senki nem mondja meg, aki most 16-17 éves, hogy mit csináljon. Tehát a Pankota Lili szerintem 17 éves korában... Zajunkája se mondja meg, valószínűleg igen. Zajunkája se, igen. Tehát itt nem arról van szó, hogy ráncigálják az ellenzéki szereplőt, Pankota Lili, meg a többi ellenzéki. Vagy nem is ellenzéki, hanem egyszerűen csak a jobb oktatásért tüntető diákokat. Azok maguk, tehát egy ponton szinte maguktól mennek kortot bontani. Igen, csak az a kérdés, hogy gyerekekkel szemben, érted, úgy, ahogy gyerekekkel szemben a könyvgázt mélyen elítéljük, abszolút, de én felnőttekkel szemben is, tehát én nem gondolom, hogy bárki is az arcomba könyvgázt kéne, hogy nyomjon egy bizonyos határig, amit, hogyha átlép a tüntető, akkor nyilván alkalmazható, de hogy hol van itt ennek, vagy van-e valakinek felelőssége ebbe, hogy ott most annyi gyerek lett, vagy fiatal vagy, ez a kamaszos hevület vitte őket oda, és ők nem úgy élik meg ezt az egészet, mint ahogy én anyaként megélem. Van felelőssége az a társadalom,
amely kitermelte magából a NER-t, meg hatalmontatja, kitermeli magából azt az ellenzéki nyilvános vagy közösséget, ami ugye nem képes fellépni hatékonyan. Nem azért, mert nem akar, egyszerűen lát, amiről beszélünk, elfogytak az eszközök, nincsenek elég eszközök, azok nem tudnak abban sem hatékonyan segíteni, hogy ne a diákoknak kell oda menni. Érted? Tehát, hogy mi mindannyian vagyunk a felelősök, csak ezt akarom mondani. Ez egy ilyen közhely. Nincs olyan felelősség, hogy ezt Márki-Zay Péter vagy Szabó Tímia, vagy nem tudom ki lett a felelős, és nem a tüntetés szervezők a felelősök, és nem Gulyás Márton a felelős. Mi mindannyian. Tehát tényleg nem tudok más mondani. Nincs megfejtés. Te is felelős vagy. De persze, értem. Na, milyen jó hangulatú. Igen, mi a kis témánk, Zsuzsa? Zsuzsa, neked van a kis témád. Te készültél egyedül kis témával. Igen. A készülés lehet, hogy túlzás? Abszolút készültem. Igazából írtam néhány cikket a témában, és azért bedolgoztam magam. Május 31 az éves beszámolók időszaka, ami minden újságíró kifejezetten szeret. Mert hogy ti ezt várjátok a május 31-et? Mi május 31-et várjuk, lehet, hogy a nem tudom, NAV is várja, vagy a cégbíróság, de mi mindenképpen. Mert hogy ha valaki nem tudná, akkor derülnek ki, hogy a cégek legalábbis papíron milyen eredménnyel zárták az évet, nyereségük keletkezett-e, veszteségük, beruházásokat csináltak-e, vagy mi a helyzet velük, és hát egy nagyon izgalmas elemzéseket lehet folytatni, és... És tényleg az elmúlt 6 napban ezt csináltatok? Nagyon sokan ezt csinálták, tehát az elmúlt napokban a mainstream média felületeire fölmenve azért azt láthattuk, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől kezdve Rákai Filipig meg lehet tekinteni, hogy ki hogy áll, és hogy hogyan sikerült. És ugye elvált a Mészáros Lőrinc lánya elvált a férjétől, és ezért csődbe ment rögtön következő évben ennek a férfinek a cége. Tehát például ilyenek kiderültek. Hát, a család megtart, majd elenged. És a cégbírósági iratokban derült ki, hogy megváltozott a neve, és ez alapján feltételezzük azt, ugye, hogy elvált, igen. Mert hisz az ember nem rakja úgy le a nevét, hogyha boldog akkor házasságban él. Akkor most túl hozni? Szaftos sztorit hozzak. Zaftos vagy szaftos? Hát szerintem, ami egyébként engem kiakasztott, de ez egy személyes véleményem, hogy van ez a Kopasz Osz nevű fiúcska, akiről korábban azért nem sokat hallottam, de most kiderült, hogy ő több mint 600 millió forintos támogatást kapott. Egy alapítványtól, amit azt gondolom, hogy... Segíts a hallgatóinak, ilyenkor nincs az meg, hogy honnan, tehát nincs odaírva, csak az, hogy befolyt valahonnan. Hogy működik ez? Nem, azt meg kell mondani, hogy honnan. Igen? Tehát az kiderül a cég ebből a... Ebből igen, én úgy emlékszem, hogy a Bethlen János alapítványból, de ebben nem vagyok biztos, de szerencsére van szemüvegem és telefonom, úgyhogy meg fogom tudni nézni, hogy... De hát gondolom bizonyítható, hogy legalábbis megalapozottan sejtető, hogy... Várjál, hogyha a Bethlen Gábor alapítványt tud, ugye ez egy közalapítvány. Jó, ugye megnézem, 29.155 like van a Facebookon, csak mondom, tehát hogy ez... Szóval, hogy a Bethlen Gábor alapítvány, hogyha az azért derülhet ki, mert ez egy köz alapítvány, de hogyha az én cégem kap támogatást onnan, én nem vagyok köteles beleírni a nyilvános cégadatokba, hogy honnan jön. Persze. Azért kérdezem, hogy ezek szerint mondjuk a Kopaszoszt esetében... KFT-ben azért tudod, mert hogy beleírják, mint ahogy mondjuk a Telex is beleírta az éves jelentésébe, hogy honnan kapott támogatásokat. De konkrétan cégnév? Igen, cégnév szerint. Én úgy tudom, hogy 5 millió forint fölött, de lehet, hogy tévedek, és akkor a könyvelő vagy könyvvizsgáló hallgatóink javítsanak ki, hogy valami oltári maradságot beszéltem. És akkor így derült ki a Kopaszoszt esetében? Igen. Hogy ő, akkor nem is feltétlenül a Bethlen Gábor, lehet, hogy ez egy aktuális média, non-profit Kft. Egyébként. És ez így nem, az a Kopaszosznak a cég. Igen, igen. Várjál, az egy jó Kft. Az ő Kft. Valószínűleg a non-profit. Az mindegy, a non-profit, mert hogy Kft. Az tök mindegy. Én arra vagyok kíváncsi, hogy... Mindjárt megmondom neked, melyik alapítvány. Azt te nem írod bele, hogy kivel vagy 5 millió forint fölötti szerződésben, csak azt, hogy melyik a bevételed, kiadásod, oké. Amint a nyilvános cégadatokban. De ezek szerint a támogatásnál meg kell konkrétan be kell írni, hogy honnan jött a támogatás. Még akkor is, hogyha ez az alapítvány, ez nem közalapítvány, hanem magánalapítvány. Igen. Aha. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt leplezte le, 634.447 millió forint támogatást kapott. Ezt inkább mond újra, úgyhogy 634 millió forint támogatást kapott. 634 millió forint támogatást kapott, és ő azért emelkedik ki a fideszes influencerek között,
mert őt követi egyedül az Instagramon Orbán Viktor. De akkor mondom az éves beszámolókat, nem tudom, ki miatt izgultok, vagy ki az, aki érdekelne titeket. Egyébként megnyugtatom titeket, lehet, hogy ilyen magyarok válságban vannak, de a NERESZ cégek nagyon hasít. És aki egyébként ezeket böngészni akarja, az az ebeszámoló.im.gov.hu oldalon találja meg. Minka. Ezt majd a sónocba berakjuk. Igen, az igazságügyi minisztérium, hogy ilyen az info. Igen, igen, és ezt mindenki meg tudja nézni, tehát ezek csak nyilvános adatok, nyilván ezek csak a könyvekben lévő adatokat mutatják meg, tehát hogyha valaki nem játszik tisztességesen, az onnan nem fog kiterülni. De most már azért nehezebb tisztességtelen játszani, mert minden be van kötve az APEC-hez, meg szóval elvileg már mindent így látnak. Most már a cégeken belül, tehát így belföldön már nem nagyon szokott lenni ilyen nagyon adóelkerülés, inkább import-exporttal vannak kamók, meg hogy kifelé, hogyan, tehát hogy külföldi cégnek hogy számlázok, és akkor berakok, inkább így van most már a trükködés, de cégen belül, mármint hogy belföldön cégekkel között már nem nagyon megy az áfa. Én is azt gondolom, hogy nem a illegális megoldások a népszerűek, hanem a családhoz való hűség. Igen, tehát itt, és ez szerintem tényleg onnan derül ki a legjobban, hogyha a Mészáros Lőrinc lánya elválik a férjtől, akkor maga a cég az önmagában nem életképes. Nem ér semmit, igen. Egyszerűen nem életképes. Ez majd akkor, amikor majd a jövőben, valamikor a távoli jövőben majd véletlenül a rendszer összedül, az tudjunk róla, hogy a cégek nagyon hamar szintén össze fognak dolni. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor még a mély állam, mert ugye erről sokszor szobok kerül, hogy ez még itt marad velünk. Nem, tehát hogy valószínűleg ezek nem életképes cégek, és a versenyszféra nagyon hamar ki fogja magukból vetni ezeket. Le fog szülemösödni az északi part Balaton. Új. Hát ez sem, azt nem tudjuk, igen. Gentrifikálódni fog a Szent György hely, meg ezek. Tihany összeomlik. Tihany meg Tokaj. Szóval ezekkel így, tehát hogy a valószínűleg maga a rendszert nem fogják nagyon a cégek túlélni. De hogy ez mikor fog elkövetkezni a jövőben, ezt nem tudjuk. De mondj valami. Jó, mondok egy nagy... Nem tudok igazán szaptosat, mert csak fölhúzom. Mondj valami spoiler jövőről. Turul Kft. 2017 óta ugye Turul, a mi Turulunk, a saját mezmárkánk. Ja, Mészáros, hát, elfelejtettétek. Turul! Tehát a kette fognak uralkodni rajtunk, Mészáros Lőrinc is volna Viktor. Turul! Tehát Mészáros Lőrinc, aki szeret sportmárkát felépíteni, és a Talentis Groupon keresztül kötődik ehhez a céghez. Az a jó hírem, hogy 44%-os növekedést értek el, így már 800 millió forint árbevételük volt. Árbevétel vagy nyereség? Ez csak az árbevétel, ez pici. Az pici? Hát én most láttam, hogy itt a Zsuzsa milyen háztáit vezet. Szerintem ebből kijönne egy ilyen 800 millió. Kijönne, de szerintem ezek a fiúk azért nagy buligákkal buligáznak, nem? Tehát, hogy milliárdokkal, vagy 800 milliós bevételű cél, amikor egy 196 milliót ebből lekönyvelt, mint nyereség, tehát az azért nem olyan rossz, abból azért lehet venni. Na és a térkőgyártás az milyen számokat mutat mostanában, meg általában a kőbányaipar? A kőbányaipar is nagyon megy. Az a jó hírem, hogy az Orbán család vagyona az lassan átéri a 100 milliárdos értéket. Hát ez nagyon ebben részben 2022 legnagyobb cégbe vásárolja a Vej, Tiborcz István remekelt, illetve az édesapa sötétlenkedik, tehát nem nyugdíjasként készüljük el győző papát, aki az unokákkal játszik, és Ebrecet felcsúton, vagy ahol éppen... Mondjuk Orbán Viktor megszorul hóvégén, akkor van ki, aki alá nyúljon és kisegítsen. Így van, igen. Figyelj, a TV újságírók akkor, amikor ilyen listákat böngésztek, akkor gazdasági szakemberekkel szoktatok tárgyalni? Nem, nagyon okosak vagyunk, és megpróbáljuk saját fejből kitalálni, de egyébként nyilván, tehát vannak olyan témák, ahol megkeresünk, de ez egyébként az éves beszámoló. Az nem olyan bonyolult, mert ezt az ember sokat nézi, ezeket a beszámolókat. Nem, mint hogyha nem hibázhatnék. Tehát, megmondom, hogy nem mondom, ide gondolok, hogy... Igen, tehát valami hülyeséget írt valaki. Nem, egyáltalán, hanem hogy... Pár cikkbe én is belefutottam már ezek közül. Igen. Elolvasom, jó, hümmögök és megyek tovább. De most, ahogy mondtad, most már például szögítettett a fejembe egy dolog,
ha 800 millió forint a bevétele, ugye arról beszéltünk, hogy egyébként, hogy nem aszfalt cégek, szóval ezért ez valószínűleg kicsi, ez a korona valószínűleg. Nyert is nem, igen. Égkő valószínűleg. Ez a hobbi projektje. Igen. Szerelem projekt, igen. De hogy a 800 millió forintos árbevételből csinált 168 millió forint nyereséget. 196. Mindegy, ez ugye azt jelenti, 880, 200. Ez 25%-os nyereségmarzsot jelent. Igen. A 25% nyereség, ezért kérdezem, hogy gazdasági szakemberek beszéltek. Persze, és akkor... A 25% nyereségmarzs, az brutálisan sok bármilyen iparban. Tehát a legjobb tudomásom szerint az élelmiszeriparban ilyen fél 1% a nyereségmarzs, az ilyen IT, meg szóval ilyen nagyon high cuccokban egy 8-10%, de az már jónak számít, hogyha valaki tényleg azt tudja mondani, hogy az ő olyan terméket és olyan szolgáltatást nyújt a piacon, aminek a 8%-ából ő nyereséget tud a tulajdonos elrakni. Egyébként az ilyen 4-5%-nyi marzs vagy a nyereség szokott lenni az, ami általában a befektetőket már érdekelni szokta. A 25% az azt jelenti, hogy ott valami nem stimmel. De alapvetően tudjuk, hogy semmi nem stimmel innentől kezdve, senkit nem érdekel, hogy okay, nem stimmel. Oké, csak hogy... ilyen bekezdéseket nem szoktam látni cikkekben. Hogy kontextusba helyezni, hogy mit jelent egy 800 millió forint árbevételnél a 196 milliós nyereség. De itt te arra gondolsz, hogy, hogy azért jelentősen túlerasztott mondjuk egy túlul terméket a gyártó. Igen, és a megrendelő oldal felszólításra vásárol. Így van, mert a foci csapat megveszi nem piaci áron. Így van, tehát ezek a nyereségmarzsok csak így tudnak kijönni, és ugye ebből következik az, hogy később, amikor piacra kell lépni, akkor nem fog tudni működni. Az nem lehetséges egyébként, hogy ilyen, nem tudom, szingapúri gyerekek varrják össze, és onnan van 25%-os marzs? Nem, mert mindenki más Szingapurba varratja, most pont nem, nyilván nem Szingapurba, hanem valószínűleg Indonézia, meg Vietnám, és nem tudnak 25%-os nyereségmarzsot csinálni. Igen, erre nem tudok veletek vitatkozni, teljesen igazatok van, bővíteni fogjuk a portfóliót, tehát egy a G7 szedte össze, hogy áll az Orbán család. Akik hosszan foglalkoztak, tessék, itt van rögtön Orbán Győző, aki 6 milliárd volt a bevétele, és 2 milliárdos profitot sikerült realizálnia. Az a bányaszín, nem? Egyébként ebben a cikkben kiderül, itt van, amit hiányoltál, hogy 35%-os nyereség lehet, ami kiugróan jónak számít a szektoron belül. És remélik, hogy 5% körül lehet a nyereség. És remélik, hogy nem fogják a Orbán Győzőt extra profitadóval sújtani emiatt. Egyébként, ha valakit érdekel, akkor ezt a tulajdonosok hazavitték. Kiosztották. Rész, igen, kivették osztalékként, ezt a szót kerestem. Na, de ott van már rögtön Tiborc István, és a fantasztikus, állandóan más a hangzó rövidítése cégei, most ez a BDPS TZRT. Az a Budapest egyébként. Értem. Szerintem az egy tök menő név. Értem, de ő minden cégét így csinálja. Igen, tehát, hogy az összes 22 milliárdos nyereséget sikerült realizálnia. Pumazének a PMZ Kft. Igen. Ha Budaka lesz, akkor BDK lesz. Good. GD Kft. És hogyha valakit érdekel, akkor... Samsung GDI. 70 milliárd forint volt a vagyona Tiborc Istvánnak. Az a Good International lesz a GDI. Igen. És az a kérdés, hogy mi történne, hogyha Orbán Ráhel elválna Tiborc Istvántól. Vajon Tiborc István menetelése abban maradna, vagy egy menetbe kerülne a BDSDT? Én imádom, hogy te ilyen jól tudsz átkötni a következő rovatunkba. Én ezt adom. Vállások a politikában címmel, hát az ugye, hogy van egy olyan pletyka, hogy közel voltak a válláshoz ilyen 3-4 évvel ezelőtt. Suttognak is titkárnőkről, meg szóval, tehát ilyesmiről. És nem vált el, tehát Tiborcz nem vált el Ráheltől. Vajon miért? Vajon igaz-e az a pletyka? Mert a család. Család, mert hogy mi a következő rovatunk? A következő rovatunk... Az új kedvenc rovatom. Az új kedvenc rovatom. Igen. Nem. Ja. Ugye találtam neki magyar nevet. Nem dibánkolunk már. Végre megtanultam angolul. Jó, akkor mit csinálunk? Refutálunk. Ezt ugyanúgy mindenki érti természetesen, mint a dibánkolás. Kerestem a szinonimát arra, hogy a dibánk, ugye magyarul az ugye
leleplezzük, tehát lerántjuk a leplet, vagy az igazságot felfedjük, vagy szóval, hogy lehet ezt magyarítani. Nem találtam jót, és mondom, hogy megnézem én a régi magyar szavak, vagy a idegen szavak szót, tehát szóval, hogy nézzék. És ez a refutálás, ez egy létező magyar szó, de mondjuk egy 19. századi szó. Yeah. És a leleplezés jelenti ez a szó, hogy refutálás. Bedobjuk a refutálásra. Szerintem brendet fogunk építeni a refutálásra. Szóval én azt mondom, hogy refutáljuk, és én most készültem refutálni valóval. Refutálj nekünk egyet ma. Na, kérlek szépen, előszedem itt a... mert hogy mindenféle képernyőmentéseket csináltam. Az a podcastban fontos lesz. Igen. A mesterséges intelligencia segített, vagy nem? Ez az én intelligenciám. Okay. Ugye 2021 ő nyarát, őszét írjuk, amikor kirobbant a botrány, hogy Werner Pál rengeteg pénzt fogadott el, kenőpénzek, lefizetés, előzetes, bekerült. Hát, ez a gyanú. Ez egy igen, azt azért tegyük és hozzá, hogy ez a gyanúsítottként. Aki az igazságügyi minisztériumban a miniszter helyettes. És gyakorlatilag azóta merült föl az a kérdés, hogy valami Varga Judit, aki az igazságügyi miniszter, hogy ő mennyi köze van ehhez az egész ügyhöz, tehát ez a végrehajtói maffia ügye, és az, hogy a Sadó Györgyék hogyan osztották el a végrehajtói jogosultságokat, hogyan osztották ki, és ezeket a pályázatokat hogyan bírálták el, hogy van-e valami a Varga Juditnak ehhez köze, találkozott-e Sádló Györggyel. És Varga Judit általában kitért, vagy tehát nem nagyon tehát direktben nem válaszolta azt, hogy ő soha az életében nem találkozott, mindig kitérő válaszokat adott, de ebből az jött le az ellenzéki nyilvánosságban, hogy ő nem találkozott Sádló Györggyel. Ez ideig meg vagyunk. Uh-huh. Okay. Majd robban a bomba idén január 30-án. Ez egy fotó, itt mutatom nektek a fotót. Igen, igen. Igen. Ahogy Varga Judit és Sádló György szelfiznek. Egymáshoz közel áll van, Sádló György tartja a mobiltelefont. De azt tegyük hozzá, hogy ez nem egy erotik, vagy nem egy ilyen, tehát nem egy intim jelenet. Nem intim, ez valami konferencia, valami rendezvény, valami ilyesmi lehet. És neki hozzon a képen. Persze, és oda van írva fölötte. Ez ugye már egy mém, vagy ez egy Facebookon terjedő kép, hogy V. Judit, vagyis Varga Judit, ugye V. Juditet már arról utal, mint hogyha gyanúsított lenne, vagy terhelt, ebben a pillanatban még csak terhelt. Gyanúsított. Soha nem találkoztam Sádló Györggyel személyesen, ez egy idézőjel, tehát mint hogyha mondott volna ilyet, én kerestem, én idézőtet eleve nem találtam Varga Judittól, tehát Varga Judit következetesen az újságírók elől mindig kis lisszolt ezekbe a kérdésekbe. Pacekban nem mondta azt az újságíró kérdésen soha azt, hogy ő nem találkozott Sádló Györggyel. És ugye az van aláírva, ilyen mémes itt, hogy most már elhisszük, és egy ilyen kacsintó emoji. Mm. És ez január 30-án bődületesen elkezdett terjedni az interneten, a magyar Facebookon. Bocsánat, január 29-e környékén elhelyezés mindegy. Tehát, hogy most január legvégén. Tényleg, mint a véres rongyot osztogatták ezt nyilván ellenzéki barátaink. És üzletfeleink, és társaink, és ehhez barátaink. Majd, szerintedek ez igazi ez a kép? Akkor ez a kérdésem. Én ezt a képet nem tudom elönteni, egy igazi, de most közelemről meg. Most már nézd meg a közelről. Én azt feltételezem, hogy egyébként Sadló és Varga találkoztak, hisz munkájukból adódóan többször volt lehetőségük. Kész szakértelmem, mert nem tudom eldönteni. Képzeljétek el, hogy én ugye... Biztos az a megoldás, hogy nem, de fogalmam nincs. Izgulok nagyon. Izgulok nagyon. Én több Facebook oldalnak is vagyok adminisztrátora, nem fogom bemondani a mikrofon, hogy milyen oldalaknak vagyok adminisztrátora. És én rögtön bedobtam az egyik ilyen szerki csoportba, hogy gyerekek, akkor ezt most rakjuk ki. És valami nekem itt ebbe feltűnő volt ebben a képbe, és nem mertem kiposztolni. Uh-huh. Az volt a feltűnő, hogy a többi ember? Nem, hogy filterezve van. Tehát, hogy ez valami Photoshop filter van rá. Igen, és rárakva. Mint hogyha ilyen zajos lenne. Zajos lenne a kép. Tehát, igen. Hogy, igen. Zajos lenne. Mint hogyha ez egy olyan Photoshop filter, ilyen rajzfilmesítő filter, tehát, hogy kontúr nincs adva, tudjátok, fekete kontúrok, mint a rajzfilmekben, de mint hogyha ilyen zajosító filter lenne. Igen. Nekem valahogy nem illett a képbe, hogy miért van ez bezajosítva. Igen. És elkezdtem reverse image keresést csinálni. És meg lett az eredeti? Nem találtam meg, de rögtön találtam egy fideszes oldalt,
ahol cáfolják ezt a képet. Ez ilyen orosz hírek típusú szájt, képzeljétek el, tehát hogy tényleg ez a megafonos szájba, hogy a gonosz balosok így hamisítanak hírt, és ez az oldal berakta az eredeti képet alá. Általam nem kedvelt helyről jövő. És az eredeti jövő, kép mi volt? Az eredeti kép egy másik csávó volt, akivel szelfizett Margo Judit valami eseményen. Nem ismerem azt a csávot, nem ismertem. Annak ellenére, hogy ez tőle távol álló világtól jött egy ilyen cáfolat, és súlyos mondatok, hogy a balosok már megint hírhamisítanak, és ezettől mindenki telik újabb mélypont a balosokat. Tehát kb. Így, rögtön voltak, hogy oké, gyerekek, írtam oda, hogy nem, nehogy kirakjuk, ez kamu. Én elhittem annak a jobbos lakmusznak, hogy így fogalmazzak, hogy itt egy ellenzéki polgártársunk volt. Ebben a pillanatban elkezdtem keresgélni, és meg is találtam a forrást, rögtön azonosítottam azt a csávót, aki ezt befotoshopolta. Akkor utána közelhajoltam, és a nyak színe feltűnően eltér a Sárló György arcának a színétől. Egyszerűen más árnyalatú a bőr színe. Mondjuk azt szerintem... Oké, mondtam, hogy jó, akkor ez így kamu. De ez majd pedig jött a következő, hogy előjött... Szerintem az összes parasztnak itt lője. Mondjad ezt hangosan, tessék hangosan mondani. Nem, csak azt mondtam, hogy az összes parasztnak szerintem egyébként a feje tök barna, a többi része meg... De az eredeti képen nem, ő az eredeti kép. Ó. Nem barna az arca, ugyanolyan árnyalat, mint a nyaka. Okay. És szerintem egyébként a Sod nem ilyen testes, nem? Nem, ezt szerintem. Nem... Ezt szerintem ez a Sadlő testvére lehet. Tehát ez, kérem szépen, ez nem a Sadlő György testvére. Ja, azt nem tudjuk, hogy igen. De tudjuk, hogy kicsoda. Ezt úgy hívják ezt az embert, már is mondom, úgy hívják, hogy Hradecki Viktor, és előtte 3 nappal szerkezett, ez egy megafon rendezvényen volt. Jól van. A Hradecki Viktor M1-en is volt egy bemondószerű, vagy valami ilyesmi dolgozó volt. Mennyi állami támogatást kapott a pénzre, azt mondta. Hát valószínűleg sokat. Egyébként onnan kicsekkolt, megafonos stábban is dolgozott meg, és azt hiszem talán most a miniszterelnökségen valami egyik államtitkárságon egy háttér dolgozó. Megafon központ vezető szerkesztője, az úr. Akkor ezek szerint visszamente Megafonhoz. Tehát hogy Hradecki Viktor utána kiposztolta rögtön egy fél nappal később, még január 30-án, hogy nem, ez kamu, ez én vagyok, és ő kirakta a saját fotóját, az eredeti fotóját, fölötte írt, és hogy nyilván már elindult az, hogy hírt hamisítanak a továbbra is terjed. Mai napig én legutóbb múlt héten találkoztam vele, rögtön oda kommenteltem a barátomnak, hogy ezt tudod, hogy ez kamu, és jöttek ismeretlen emberek, hogy na mi van fideszesként? Tehát én rögtön megkaptam, hogy na fideszesként ezzel a névvel? Uh-huh. Mert hogy leves ugye nagyon közeli az én vezetéknemem a Kubatok Tábor nevéhez. Tehát már rögtön én fideszes lettem. Volt egy olyan úgy kommentet oda, hogy Fidesz, tudjátok, 2S-sel. Igen. Úgy lettem én fideszes. De szögezzük le, hogy az, hogy ez a képhamisítvány, abból nem következik az, hogy Varga Judit és Sadl György nem találkozott egymással, hisz munkájukból adódóan is volt lehetőségük, illetve a mozzajló perben is tanúk arra utalnak, hogy ők... Így van, ezzel folytatom. Mert hogy a Völner múlt héten a bíróság előtt állította, hogy de... találkozott Sárló György, ő és Varga Judit 3-asban, nem is egyszer, hanem többször. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy volt, hogy Photoshop és kamu és túlbuzgó ellenzéki egy ember. Egyrészt egy Photoshop, tehát nem hogy kamu, de hát konkrétan nem tudom, szóval szerintem erősebb szót kéne használni rá. Hát ez így van, és csak így van pontosan. A másik meg ugye, ettől hogy a V. Juditnak tulajdonított állítás sem igaz, ugye azt mondtad, hogy így van, soha nem mondott ő ilyen. Soha nem mondta dupla hazugság az egész. Ő soha nem állította azt, hogy ő nem találkozott. Mindig kitért az újságíró kérdések előtt, de a surprise, május végén a bíróság előtt mondja Völner Pál, hogy de találkoztat. Tehát, hogy amit mondtál, hogy... És egyébként tegyétek meg tétjeiteket, fog-e valaki bukni a Völner fölött? Vagy ja, megáll... fölött? Igen. Nem. Tehát megáll a Völnernél a sztori. Hozzá kell tennem, hogy ugye Völner Pál gyanúsított, most már nem is kellett, hanem gyanúsított, tehát ott a bírósági per szakaszában, és ő nem köteles igazat mondani, tehát ő nem tanú. Igen. Ő vádlott, nem is gyanúsított, bocsánat, ő vádlott, és a vádlott hazudhat is. A bíróság dönti el, hogy mennyit hiszel a vádlottak vallomásából. Persze.
Tehát az, hogy Völner Pál ezt eltudta, ettől még lehet, hogy meg is kiderül majd egy fél év múlva, hogy nem igaz, tényleg nem találkoztak. Kivéve, ha nincsenek olyan tanúvallomások, amit az igazmondó tanúk állítanak, akiknek el kell tudja igaz. Akinek, így van, így van. Szóval én tényleg mindenkit arra biztatok, hogy attól, mert látnak egy képet a neten vagy a Facebookon, és el akarjuk hinni, mert tényleg szeretnénk, hogyha kiderülne, hogy Varga Judit hazudik, vagy Orbán Viktor hazudik, vagy Mészáros Lőrinc hazudik, vagy Barack Obama hazudik, vagy nem tudom bárki, mert éppen abban hiszünk, ne higgyünk azonnal. Egyébként én azt gondolom egyébként, hogy oldaltól függetlenül megjelenik az az emberi minőség mindenhol, ami hajlamos ilyen típusú eszközöket előállítani, mint amit most bemutattál, tehát hogy minden csapatban van olyan, aki hajlandó elég mélyre menni. Olyan mélyre menni, ahova mondjuk mi nem morálisan, adott esetben nem szívesen mennénk, hogy nem mennénk egyáltalán. Orálisan vagy morálisan? Morálisan. Morálisan se. Na most nem. Akkor a suszpoén, hogy én szóval az, hogy miből refutálunk, én magamnak egy listát vezetek, mert hogy egyszer elfelejtem ezeket az ügyeket, pedig ezek tök jó ügyek, és egy barátomra és kollégámra rá is üzentem, hogy figyelj, ha neked van ötleted, még nyugodtan írd meg, mert hogy én ma nem ezt a sztorit hoztam volna, de sokkal jobban jártam, hogy ezt a sztorit hoztam, mert ennél durvábbat fogok majd mondjuk. Ah, legközelebb elmesélni. Legközelebb, vagy két alkalom múlva hozni. Csak hogy miután erre fölkészültem, és tényleg megcsináltam a képernyőmentéseket, hogy itt nektek be tudjam mutatni, meg a hallgatóinknak is. Igen. Majd akart. Szórodva. Igen, szórodva, hogy nyilván ezeket berakjuk. Majd utána látom, hogy a Lakmusz megírta ezt cikként. Képzeld el az én világomat, ahol naponta megtörténik ilyen, hogy megtalálod, úgy érzed, megtalálod életed sztoriát, majd kinyitod a bármelyik médiát, és elolvasod, és nagyon-nagyon-nagyon szomorú és ideges leszel váltakozva. Úgyhogy innen is egyébként nagy pacsi a Lakmusznak, tehát ők ezt kompletten feldolgozták ezt a sztorit, és sőt, a cikkük végén be fogjuk a somatba rakni, a cikkük végén ott van 2-3 eszköz, ami abban segít, hogyha te találkozol egy fotóval, vagy egy képpel, akkor hova töltsd föl, milyen online eszközben, ami megnézi, hogy volt-e manipulálva. Na, ezt nyilván akartam ilyen kérdezni, hogy ezt meg lehet-e nézni? Meg lehet nézni. Tudom én csekkoltatni. Meg lehet nézni, ő mondjuk nem a bőrszint fogja nézni, bár lehet, hogy most már az AI eszközök között van olyan, ami bőrszint néz, hanem ilyen úgynevezett artifaktokat például néz. Az artifakt az, amikor bepixelesedik valami, és feltűnően furán egy része, vagy hogy te homogén szürkének látod, de ha kibontanád az egyes pixeleknél, hogy pontosan azok a szürkék milyen árnyalatból vannak össze, hogy RGB színkeverésben, akkor látszik, hogy egy rész az tök máshogy van RGB összerakva, tehát ő ilyen artefaktokat keres, vannak ilyen online eszközök, és ezek elég jó százalékkal megmondják ezekről a dolgokról, hogy volt-e manipulálva a kép, vagy nem. De azt el tudok képzelni, hogy most már az AI eszközök már azt mondjuk a nyakszint is nézik, mert most már az AI eszközök már tudják, hogy mi a fej, mi a nyak. Igen, pontosan tudják, igen. Valószínűleg most már... Hát meg ez a honnan jön a fény, meg ezeket szokták még meg a fény, nagyon igen, árnyék. A Photoshop segít egyébként ennek a javításában is sajnos. Most már nagyon jó a Photoshop esetben, igen. De az a 60 és 70 év közötti nagyon lelkesült DK Európa Express csoporta bácsi, aki ezt összerakta Photoshopba, zárója nem Paint-be rakta össze, hanem Photoshopba, tehát hogy ő körbevágta a fejet és rárakta, de ő belőle már bocsánat, de nem nézem ki, hogy az árnyékos eszközt a Photoshopba azt használja, mert ugye most már tényleg lehet... Jaj, mert te kinyomoztad, hogy ki volt, és ez nem egy profi munka. Nem, ez nem egy profi. Csak egy jól sikerült amatőr. Igen. De kérdés egyébként számomra, hogy az AI-val, az AI megjelenésével és az AI-s képszerkesztők megjelenésével ez mennyire tud... Életveszélyesen annyira... sokkal jobb minőségűek lesznek a hamisítások. Így van. Én részt veszek egy másik podcastban, a Parallaxisban, ahol fogunk majd egy különadást is szentelni az AI-nak, de már szóba került másik adás kapcsán ez. Én ott kifejtettem, figyeljetek, az a pokol lesz. Tehát ahogy ezek az AI eszközök eljuttak odáig, hogy ugye nem csak szöveget és nem csak képet, hanem videót is fognak tudni majd csinálni, az még egy mert tudnak. De ugyanolyan jó minőségű videót, mint ami most jó minőségű a képek. Ja, tehát hogy a deepfake technológiákat, azt majd nem nekünk kell reszelgetni, csak végig mondjuk az AI-nak, hogy kérek szépen egy olyan Obama nyilatkozatot, ahol éppen kitör a harmadik világháború. Az a pokol lesz. Tehát, hogy az, ahogy te most nem tudjuk megállapítani, csak hogyha nagyon nézzük a nyakszín, az izét,
tényleg az átlag 50 éves, meg 30 éves, meg a fiatal egyetemista mikor fog érdeket nézni, beszopják. Már bocsánatot kérek. Az tényleg az valami olyan új minőség lesz ebben a dologban, hogy azt most nem tudjuk még elközelni, pedig az körülbelül 2 év múlva lesz. Egyébként tudod, mi az benne a vicces, amit nagyon próbálod a technológiát, egyrészt a társadalmat nyilván azt, hogy semmit ne higgyel, amit látsz, de a másik pedig az, hogy az emberek azonosítása a normális napi ügymenetek során problémás lesz. Ja persze, hát ugye a banknál most ha tudsz úgy banki számlát nyitni online, hogy videón keresztül, ez lazán be fogja tudni kamuzni, de az, amikor azt mondod, hogy ne higgyél semmit, az persze azoknak az olyan rendszereknek segít, mint amilyen a választási autokráciák, akár Magyarországon, akár Törökországban, mert ugye a megafonnak az jó, ha senki nem viszel semmit, mert a saját híveik viszont a saját narratívájukat elviszik. Igen, csak most már nem a helyzetet fogsz kapni levelet például a török hercegtől, aki elhunyt és ráhagyta az 1 milliárdját, a saját anyát fog videóit a telefonon fejlődni, hogy kisfiam, baj van, küldj már át egy 20-ast, igen. És te így fogod átküldni. Ugye, te tényleg azt tudom, nem tudok máshol, ez a pokol lesz, és ez körülbelül 2 év múlva itt lesz. Tehát ugye ami most, ugye végigment a neten, mindenki azt hitte, hogy igazi a pápáról, a budgyos, fehér színű tollkabát, meg nem tudom, egy csomó ilyen fotó, és egy nap múlva derül ki, hogy ja nem, ez egy nagyon jó Midjourney kép, tehát hogy AI által generált kép, vagy a szövegek, szóval hogy ugyanezt képzeljétek el, ugyanezt a magas minőséget videóba, ahogy mondjuk Gyurcsány Ferenc mond valami, és nem durva, nem, tehát hogy valami DK konferencián fog beszélni a pulpitus előtt, csak beleszőnek 2 olyan mondatot, amire utána fölhúzza meg a megafon egy kampány. Uh-huh. Jó, de ugyanezt az Orbán Viktorral is el lehet érni. Vagy bárki mással. Apáti Bencével. Apáti Bencét lefilmezik egy nem tudom hol, érted? Mert hogy... Igen, első körben azt mondom, hogy igen, ezért lesz ez a pokol, mert mindenki ezt fogja csinálni. Csak a másik irányból a megafon hamarabb fogja ezeket csinálni, mint az ellenzék. De? Hát én szerintem pont az elemi zagyat adtad be, hogy az ellenzékben pont annyi morális fék van, mint... Oké, van ellenzéki megafon? Nincs. Nincs, mert nincs annyi pénzeszközük. Hol van nekik 600 millióik egy kopaszra? Oké, de nem is ez pénzük ilyen videókat csinálni az elején. Az első egy-két évben azok fogják tudni ezt majd jól használni. Nem, ezt hülyeséget mondok, mert az olcsó lesz, ugyanúgy, ha mi 20 dollár lesz. Ugyanannyira 20 dollár a fideszesnek, mint a DK-s. Itt az lesz a különbség, hogy mekkora dönkor, aminek itt tudott a pétázni. Akkor nincs igazán, akkor ez ellenzék is fogja ugyanúgy használni. Csak nem lesz akkor a média ereje, hogy eljutassa a szélcsoportjaihoz. És mint újságíróként leszünk mi nagyon rossz helyzetben. Fogalmad nem lesz, hogy a megkapott, kiszivárogtatott anyag az mondjuk éppen a valóság, vagy valami. És egyébként nektek se fog hinni senki emiatt. Ráadásul. És igen, tehát mondjuk a HVG-nek, a főszerkesztőnek le kellett mondani, amikor ugye kihozták azt a Mohácsi, vagy a Gabra Gábornak, igen. Tehát a Gabrának holott olyan szituáció, hogy jön egy videó, ahol az napi szinten fog akkor előfordulni. És mondom, eleve senki nem fog hinni semminek. De nem baj, mert addigra már rég az AI fogja írni helyettem a cikkeket, tehát innentől kezdve tök mindegy, nem? AI-t kirúgják? Az AI-t kirúgják, igen. Na mindegy, most elkanyarodtunk, lehet, hogy erre majd egyszer egy különadás, de hogy ez tényleg az nagyon komoly társadalmi gondot fog okozni. Tehát nem társadalomnak lesz ez nagyon rossz. Nem az AI fogja kiírni a társadalmat, hanem mi magunk az AI által fogjuk saját magunkat kiírni. Igen, én nem az AI kibáztatom, csak a késsel lehet gyilkolni is, meg uborkát szeretelni is. Meg uborkát szeretni, köszönöm. Igen. Na jól van, podcast ajánló. És akkor megint hosszú adás, de majd megnézzük, hogy esetleg rövidebbre tudom-e vágni. Van-e általatok ajánlatom podcast? Igen, én most kivételesen. Zoli! Zoli! De nem, nyilván podcastként nem lesz úgy, csak én nagyon szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a Partizánon elindult egy új csatorna. Tényleg most már minden hónapban ajánljuk a Partizán? Fizet nekünk ezért a gulyás én már? Nem érem, hogy előbb-utóbb kapok valami kizét most már, nem mindegy, megérdemlem. Na melyik elhívott fel a figyelmet? Természetesen, a Ruf Bálint vétóját, ami... Hát most még csak egyőre egy ígéret, én azt gondolom, de hogy ugye... Kettő adásuk volt, és az egyik gyakorlatilag a bevezetője volt ennek a sorozatnak, ahol ugye arra beszélgettek, hogy miért volt sikertelen az ellenzék az elmúlt időszakban, és utána ráfordultak az alaptémájukra, vagy a témára, ami ugye arról akarnak beszélni, hogy hogyan lehet ezen a dolgon fordítani.
És én azt élvezem a Ruf Bálintban, hogy Ruf Bálint volt képpen egy professzionális politikai tanácsadó, és hogy egy olyan típusú erőforrást rakott ki publikba saját magával, ami szerintem eddig keveseknek volt hozzáférhető. Tehát, hogy ő egy olyan tapasztalati, meg talán emlett tudása is van a témában, amit egyébként hát azt lehet talán még jobban is interpretálni, de ő egész világosan és közérthetően vagy fogyaszthatóan tudja átadni ezt a tudást. És szerintem nagyon jó meglátásai vannak. Hogy nem egy politikai, hogy most nem a politikustól halljuk a politikus módon szintetizált politikai tanácsot, hanem magát a tanácsadót hallgathatjuk meg. Én nagyon sokat kaptam attól az egyadástól is egyébként, amit nem is mindennel értek vele egyet, vagy szívesen vitatkoznék néhány állításával, de hogy ez egy nagyon új és számomra meggyőző közlés, amit ő tesz ebben a témában. Én nagyon élvezem. Én kiegészíteném egy két dologgal. Egyrészt azzal, hogy mert én is láttam ezeket az adásokat, a másodikat már egy kicsit áttekertem be valami őszintén, amikor a fiatalokról volt szó. Ugyanakkor a Ruf Bálintnak nem ez az első ilyen adássorozata, ugyanis a Szabad Európa podcast sorozatában 2022. januárjától egészen 2022. áprilisáig, a választásokig azt hiszem két heti rendszerességgel elemezték, és akkor ugye kampányban voltunk benne. És azokat, amiket például most elmondott, azokat nagyrészt ott már elmondta. És ugyanaz az alapállásra dolgozott már a Szabad Európa podcast sorozatában. Ezt el fogom keresni, akkor a sorozatot belinkelem, azt az adás folyamot. Már ott már ugyanebből az alapállásból dolgozott, és nagyon izgalmas volt. Ráadásul ott ő éppen időszerű volt, hogy mondjam, tehát akkor történtek az MZP kampány, meg az ellenzéki kampány, és rá egy héttel ő elemezte, és ő elpróbálta azokat a csapdahelyzeteket is kerülni, mint amikbe akár mi is ott abban egy-két adásunkban, amiket akkor vettünk föl, amikor én például amellett érveltem, hogy most léci, nagyon ne üssük az ellenzéket, mert várjuk már ki az április 3-at, hogy legalább mi ne legyünk a sírásói ennek az egész ellenzéki össze. Látod, hogy szíthattuk volna őket, semmi eredményet nem tudtad. Jó, egyet, igazad van. Elismerem. És Ruf Bálint is próbáltott ilyen tojáshéjókon mozogni, de ő azért egy kicsit bátrabban kritizálta már akkor januárban, februárban az ellenzéki kampányt. De például azt a konkrét példáját, hogy Kis Sámet odahúzta az MZP október 22-én a hat párt mellé, és 7-én oda mellé akart ülni, ahelyett, hogy rájuk borította volna az asztalt. Ezt például nem mondta el akkor a Szabad Európa, hanem egy májusi 24.hu-s nagy interjúban mondta el. Ez csak azt akarom mondani, hogy nagyon jó, szerintem én, aki ilyen nagyon mindenevő vagyok podcastban, én ezeket már hallottam, de nagyon egy órában tökéletesen jól összefoglalta azt, amit Ruf Bálint erről gondol, és nagyon közérhető és nagyon fontosnak tartom. És én sem gondolom azt, hogy mindenem egyébként értem, szóval tök jó, hogy van egy ilyen. És maximálisan szeretnélek megerősíteni abban, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a tanácsadók, meg a politológusok, meg a háttérmunkások azzal foglalkozzanak, ami az ő dolguk, tehát háttérmunkások legyenek, tanácsadók legyenek, és politológusok legyenek, és a politikusok, amikor meghívják őket az ATV-ben, meg a Spirit FM-ben, meg a nem tudom hova, akkor ott ne kezdjenek el politikológusként megnyilvánulni, ne kezdjék elemezni a választói csoportokat, az nem az ő dolguk, ne legyenek tanácsadók, és zárójelben legyenek influencerek, nem influencer politikusokat akarunk, hanem ők politizáljanak, tematizáljanak, és problematizáljanak, ahogy a Gulyás Márton ezeket szoktam mondani, tehát hogy ők politikát csináljanak. A újságnak meg újságot írjanak, és ne akarjanak politizálni, meg influenszerkedni. Tehát, hogy mindenki csinálja azt, ami a dolga, és valóban nem szokás Ruf Bálint típusú politikai háttér embereknek, meg tanácsadóknak így nyilvánosságban fellépniük, és ez szerintem tök fontos. Mármint, hogy fontos, hogy megtegyék. Igen. Szerintem így zárhatjuk is, mert én most nem hoztam új podcastot, mert nem fedeztem fel semmit, de hallgatom Ruf Bálintot, mert hát ez engem is érdekel. Én azért hoztam két podcastot, amit szeretnék ajánlani a mi hallgatóinak, ez teljesen más, ez nem politikai. És egyik sem partizán? Nem, egyik sem partizán. Az utóbbi időben eléggé rákattantam egyébként a mesterséges intelligenciára, mert az AI-vel, a kísérletezgetek vele. Nem olyan szinten, hogy beküldök promptokat a Midjourney-nek, hanem itt több AutoGPT-t föltelepítem a saját gépemre, meg szóval, tehát egy kicsit más irányból. De mondjuk a machine learning-el, ami hát
Szóval ugye az AI, ahogy mesterséges intelligenciát mondjuk, ez nem mesterséges intelligencia, hanem nagyon nagy adatbázison tanított algoritmus, tehát a machine learningnek valami fajta továbbfejlesztése, nem mindegy, machine learninggel évek óta foglalkozom, szintén hobbi szinte otthon. Emiatt én eleve követek adatbányász podcastokat, meg adatbányászattal foglalkozó ilyen adásokat, úgyhogy én két adatbányász podcastot hadd ajánljak a hallgatóinak. Az a data akármi? Az adatbányászat? Igen. Az többek között az, igen. De egyrészt nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom az adatépítést. Ő egy 6 vagy 7 éve, ő egy freelancer. Ő bármi kibányászik. Egy gondolom, igen. És aztán meg építi belőle. Nagyon profi, közérthetően mesél, ilyen havi egyadást csinál mostanában, van egy-két Patreon követője, meg, és egy-két free adja az adásait. Az újabb trendekről szokott beszámolni, meg kísérletekről, egy adásban mondjuk 2 vagy 3 ilyen hírt szokott hozni, és nagyon izgalmas, tényleg a legújabb dolgokról, és nagyon rövid, tehát egy 25-30 perc mostanában adások, tök jó az adatépítés, nagyon jó szívvel ajánlom. És a másik, akiket mostanában kezdtem el kezdeni, nagyon régebben nem annyira, mert egy kicsit ilyen, ezek az 50-es öreg rókák, ahogy leülnek asztal köré, ők már 20 éve... Szerintem nem a róka szót fogod használni, igen. 20 éve már adatokkal foglalkoznak, és adatbányászok, és machine learninggel foglalkoznak, és ők nekik már nem lehet újat mondani, ráadásul céges podcast, tehát hogy ők egy cég nevében van ez a podcast. Na az van, hogy közben tök jót csinálnak, keresem a nevüket egy pillanat, és úgy hívják őket, hogy Láncreakció, ez a podcastjuk neve. Ez tényleg ez valami, Clementine, ez a magyar cégnek a neve, adatbányászatot foglalkozok szerintem 2 évtizede, vagy nem tudom mióta, valószínűleg már több technológiaváltáson is túl vannak, és ez az ő Data Science podcastjuk, és nem promozzák a saját cégüket, tehát nem ezzel foglalkoznak, hanem tényleg nekiállnak az éppen aktuális hírekkel foglalkozni, hetente hoznak ki egy órás podcastot, az szerintem durva. Mi tudjuk, hogy az mekkora. Igen, az mi tudjuk, hogy az milyen. És azért ajánlom jó szívvel most a Láncreakciót, hogy az utóbbi, tehát én nagyon jó szívvel ajánlom, aki érdeklődik a mesterséges intelligencia iránt, az utóbbi 3-4-5 podcastjukat meghallgatni, mert egy-egy résztületet kiveséznek. Kivesézik, hogy mi a különbség a data scientist, az adatbányász, a nem tudom, tehát ezek között a ilyen specializált munkakörök között, a másikban beszélnek arról, hogy ez milyen pénzkeresetet jelent. Az utolsó adásból kiderül, hogy mennyit keres egy ChatGPT idomár. Igen, az egyik adásukban végigvették azokat az embereket, akik aláírták, ugye több százan aláírtak már egy olyan nyilatkozatot, hogy vissza kéne fogni a mesterséges intelligencia kutatásokat kb. Fél évre, amik kidolgozzák a protokollokat, a jogi háttert, tehát sok mindenki dolgoznak, mert hogy túl gyors a tempó, és félő, hogy ez az emberiségnek nem a javát fogja szolgálni, hanem a hátrányát fogja okozni, és ők például egy adást szenteltek annak, hogy akik aláírták, azok kicsodák. Az első 50 fontosabb izét. Persze a végén már én is aláírtam, akarnám, mert hogy több ezeren írtak alá, és lehet csatlakozni ezzel. Nyilván nem írom alá, mert én nem vagyok senki. De hogy tök izgalmas volt végighallgatni, hogy kik azok, akik ezt aláírták. Szóval tényleg belemennek most a mesterséges intelligencia kapcsán mélyebben, de közérthetően ebbe az egész témába. Ráadásul a 3 vagy 4 host nem ugyanazt gondolják, például a veszélyeiről. Van, aki tök technopozitivista is, és picit, akár naívnak is mondhatóan, de azt mondja, hogy gyerekek az emberiségnek ez mindig is technológiai váltások voltak, és amikor a vonat megjelent, akkor is ugye mindenki azt hitte, hogy vége az emberiségnek, hát hogy leviszi a fejünket a vonat 30 km/h föld, és tehenek meg, ugye megszűnik a teje, tehát hogy a vonat ezt fogja okozni, és lám, itt vagyunk 150 évek később, és nem. Meg mindig van teje a vonatban. Tehát van olyan is, aki azt mondja, hogy ez ugyanolyan technológiai váltás, mint ami volt már, és van olyan közöttük, aki azt mondja, hogy gyerekek, itt komoly veszély is van. Szóval, hiába céges, annak ellenére, hogy kell szépen mondani. Szóval, hogy tökre ajánlom a Láncreakció podcastját, ha valaki egy picit is érdeklődik, a Póli Ferenc féle Láncreakciót, ezt most azért tettem hozzá, mert mindig, amikor a Póli Ferenc nevét meghalom, mindig a gombapresszőt eszembe. Aki érti, érti, aki nem. A gombapresszósok valamiért nagyon ki vannak bukva a Póli Ferencre, pedig ők közben barátok, tehát és együtt voltak a Podcast Fesztiválon. Na mindegy,
Fú, ez nagyon nyúlverembe estem be, de akkor belinkeljük a Bomba Presszónak a podcast fesztiválról szóló 20-szertes. És most jöttem rá, hogy nem a Lányfaluri gombáról beszélsz, mert végig azon gondolkodtam, hogy Ferenc, hogy kerül a Lányfaluri gombába. Ne, a Bomba Presszó az 1000 fölötti adással rendelkező podcast. 1050-nél tartanak most, vagy 1030-nál. Az brutális. Ők 20-valány éve csinálják. Az szép. A 20 éve még nem is volt podcast. Rádió műsorként indult, és aztán most az elmúlt 10 éve podcastként működnek. Minden héten élőben. Be lehet telefonálni, és be is telefonálnak emberek a podcastba. Oké. Tehát ez egy rádió műsor podcast. Oké. Most már Twitch-en veszik fel, vagy hol? Van egy saját... Ám nem platform. Saját, hogy nyilván hozzáférte, de hogy itt van egy platform, MR4, vagy mindegy, tehát igen, tehát úgy veszik föl, van egy telefonszámuk, de akkor lehet hallgatni real-time, tehát aki tudja, mikor van fel. A real-time tudja, akkor ezt kirakják hétfőre kell. Menő. Hát meg legalább nem kell vágniuk, azt nem lehet megvágni. Meg lehet nyilván. Hát igen, de van Patreon támogatói programok, és akkor nekik még pluszba csinálnak valamit, vagy nem tudom. A gombapresszós csávó, akinek egy ilyen nagyon megosztott stílusa van, de én néha ki akarok tölni, néha röhögök rajta, és jónak gondolom, néha meg nem. Szóval ő mondta múltkor, hogy anyjátok picsáját, ő neki ez a szavai járása, hogy őt meg sem hívták a podcast fesztiválra, miközben volt olyan hét, ahol 4-3 órás podcastot készített, mert a vakmajom, nem vakmajom, hanem milyen majomnak, valami kettős majomnak, meg a nem tudom, hogy soroltam podcastokat, ahol elment vendégként, meg ezeket vágta is, meg megcsinálta senket, és közben senki sem foglalkozik vele, és már 20 éve ezt csinálja, és közben kiről van szó Kanarkai Endrékről hangos a podcast széna, meg a Friderikus Sándorról, meg a Gulyás Marcióról. Meg a Gulyás, meg a Détot Krisztina, pedig ő már 20x éve csinálja, 1000 adás fölött vannak, és élőben veszik föl, és be lehet telefonálni, és tartják a kapcsolatot saját hallgatóikkal, és van támogatói bögre. És közben pedig... Mörcs is, te jó! És közben pedig, aztán semmi. Happy End Póli Ferenc elvitte a podcast fesztivált. Jaj, de jó, annyira aggódtam, hogy mi lesz a sztori vége. Köszönöm. Ez egy remek zárás volt szerintem, egy ilyen szomorú kezdés után egy erős zárással. Tehát a magyar politikai élet az halódik, de a magyar podcast széna jó kedvű. Yes. Hát legalábbis zsibong. Zsibong. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, hogyha egyedig hallgattátok a mi zsibongásunkat. Ez volt a podcast a 101-es szobából kb. 45. adása, 2023. június 6-a, Surány. Sziasztok! Hello, sziasztok! Egy akkumulátorgyárat szeretnék otthonra. Sok kis kínai csak jönnek konténerben szorongva, és majd építenek nekünk a termőföldünkre. Azért úgy se nagy kár, azt meg majd eladjuk külföldre. Minden rendben lesz itt, nem kell tüncizni. Hallod, az egész világ ezt már tőlünk iridli. Hát ne károgjál annyit, csak menjél már haza, hisz engedélyt is kapott minden biztosan faszam, mert én egy akkumulátorgyárat szeretnék a kertem végébe. Akinek ez nem tetszik, az elmehet a fenébe. A káros anyag kibocsátás az csak néhány ezrelék, ha meg nem, majd mi leszünk a járulékos veszteség. Én egy akkumulátorgyárat szeretnék otthonra, és most itt állok a kertemben, arra gondolva, honnan a fenéből lesz hozzá víz. Itt a pusztában mondjuk ez sosem jelentett gondot, abszurdisztánban én egy akkumulátorgyárat szeretnék otthonra. Az se baj, ha toxikus, meg kicsit otromba. Nem fogyasztasz sokat, mert egy ilyen gyárban ott van a sok akkumulátor, abban megvan áram.